Professzionális online marketing megoldások, kontentgyártás, brandépítés, attól sem riadunk meg, ha valami tegnapra kell. A stúdiót és a stábot a 4K Raiders biztosította. VG Motorsport, az új Forma 1-es portál, ahol szakértő közösséget építünk. Szép jó napot kívánunk és üdvözlünk mindenkit, kedves fiúk, lányok! Ez itt a Box Kiállás 2024-ben második alkalommal. Átvettem Nagy Dani szerepét és helyét, minden Nagy Dani rajongótól most ezúton is elnézést kérek. Megvan egyébként ennek az oka is, egyfelől remélem, hogy picit hiányoltatok. Ti is hiányoltak a srácok, Dani pedig nincs nem csak, hogy itten, ebben a kis stúdióhelyiségben, hanem az országban sem, de hogy hol van, arra majd a műsor végén visszatérünk, itt pedig Kis Norbi és Weber Gabi. Sziasztok! Ciao. Hogy vagytok? Hello. Jól, éppen neked küldök mit e-mailt. Mit neked küldök még egy e-mailt. De, mit? Valami fontos? Megrátod. Ez a meglepetés fontos kategória. Lesz, fontos lesz. Hát jó. Ugye nem meglepő módon egy héttel ezelőtt abba hagytátok, és az azt követő autóbemutatókat vennék most végig és gorcső alá, befejezvén szinte az összes csapatot, egyedül a Red Bull a kivétel, ők ugye hivatalosan ma tartják, beszélgetünk majd erről is a végén, de mindenkiről tudunk majd dumálni, úgyhogy jó kis adásnak nézünk elébe. Voltunk már így együtt, ugye múlt héten Danival voltunk kettesben, igen. Akkor nem értetek rá, most meg mikor voltunk mi így együtt utoljára, emlékeztek? Tavaly. De melyik futamon? Ezek ezért összemosulnak. Melyik futamon? Hát ugye volt egy pár hét vége. Nem kell nézni, azt sem volt múlt héten. Hát biztos, hogy valamikor régen. Nem. De volt ilyen hétvégén, nem? Osztin vagy Brazília, valami ilyesmi. Amikor szerintem volt. Ősz. Biztos, hogy ősz. Ezek már összefolynak. Igen. Majd idén össze megkérdezem megint így a 18. futam környéke, hogy mire emlékeztek a tavaszból. Hát ugye remek lesz ezzel a... Mennyire várjátok ezt a 24-et? 24 hétvége, ugye ez összesen azt jelenti, bocsánat, én közben kicsit itt arrébb költözködök. Mennyivel jobb, mint egy tévéadás? Mit lehet kicsit hát mókolni? Bármi persze. Szóval, hogy hagyom mindjárt a Norbit is érvényesülni, de hogy én úgy vagyok vele, hogy ugye 24 hétvége, 6 sprint hétvégével fűszerezve, az 30 futamot jelent. De basszus, volt olyan év, nem is annyira régen, amikor ugye 30 futam 2 év alatt rendeződött, vagy történt, vagy hogy is fogalmazás ugye a magyarságban. 72 adásnapot jelent, az megvan. Ráadásul ugye neked nem is kell péntekenként ott lenni a legtöbbször. Csak amikor sprint hétvége van, mert ugye akkor időmérés. Igen, akkor időmérés. Így van. És akkor azért az 72 adásnap, ami tisztán csak valami szabad edzés, futam, valamilyen időmérő. Szerintem nagyon sok. Igen, pont múltkor beszéltünk róla, egyébként még nekem is hosszú volt, úgyhogy egyébként mi váltjuk egymást, ugye, igen. Meg a Danival, meg a Mélis Norbival is. Képzeld el a Gábornak, aki meg aztán ott van egész évben. Én annyira futam az év végén is, és se tudjátok én. Végbeszél minden versenyt. Igen, így hárman vagyunk, és nem látnak minket sokan. Azt kell mondjam, hogy Lőrinccel beszéltem, Patagyus Ábrám Lőrinc, csak a néző kedvére főszerkesztőnk. És beismertük egymástak töredelmesen, férfiasan, hogy azért októbertől nagy levegővel mentünk végig az utolsó néhány futamon, mert ott azért már nem nagyon lehetett benne tartani így a lendületet a sztoriba. És ugye főleg azért nem lehet szerintem, és ez volt a tavalyi szezonnak a legnagyobb problémája, hogy nagyon korán eldőlt, ja. Hogy mi fog történni, nem, sztori. Ki lesz a világbajnok, és igazából utána őszre tényleg nem maradt nagyjából semmi. Tehát ahhoz, hogy a figyelmünket fönn tudjuk tartani, és nagyon izgalmas 24 hétvégét alkossunk, ahhoz a tavainál egy izgalmasabb idén. Tudjátok, hol fáradtam el? Japán nagy díj harmadik szabad edzése reggel 5-kor. Ott együtt voltunk aztán. Igen, és azt az volt az ott. Igen, reggel is súlyosan én is voltam. Az, hát Norbi úgy aludt, mint a bunda. Úgy aludt kettő között. Meg valami éjszaka én is voltam, amikor ott ültünk a stúdióba, és akkor ránéztem a piros órára, és olyan számokat, sok nullát mutatott, meg egyeseket, meg nullát. Meg csukódott le, mi? Nem is tudtam dolgozni, hogy hirtelen, hány, mit mutat az óra. Láttátok a beosztást, ugye mindenki látta, megcsináltam most a júniusig, csak kis kitekintés, vagy betekintés, ugye ilyenkor évelején mindig megcsináljuk a kommentátori beosztást is. Hogy kinek mikor van verseny hétvégéje, ki hogy ér rá, ki utazik olimpiára, foci EB-re, ide-oda, amoda, és akkor összerakjuk a Matrixot, mindenkit figyelembe véve, ugye Mihelis Norbit is, Nagy Danit is, Ádámot is. És akkor ilyenkor mindenkit megkérdezik, hogy van-e preferált futama, egyébként mikor érne rá. Hogy engem jön. Nem kérdezték meg, de mindegy. Erről. Mindegy, a többiek elmondták. Jó, de te annyi kifogást nem emeltél. Igen, ezt akartam, hát a annyi túl sok hétvégén nem érek hogy rá. Igazából ami maradt neki körülbelül egyébként. Úgy indítottam, hogy megcsináltam, hogy mi volt Máténak szabad, és mindenki másnahoz próbáltam belőni. És akkor pont azt néztem, hogy mindegyikötöknek jut egy hajnal, egy éjszakázás, tehát mindenkinek van benne legalább egy Kína, egy Japán vagy egy Ausztrália, nem tudom már kinek mi jött ki, de... Én Japán vagyok, azt néztem. Szóval hajnalozunk, az a lényeg, hogy a
kora reggeli reggelik hát, meg lesznek. Ugye együtt sírunk, együtt nevetünk. Igen, ilyenek a legtöbbször egyébként szeánszerű reggelik vannak az első és a második szabadedzés, meg a főleg a harmadik szabadedzés az időmérő között. Igen. Ami éppen kinyit, ahol reggelit lehet kapni, oda éppen az a páros, aki éppen aktuálisan ott van, az elmegy és megpróbál magához térni. Igen, hát muszáj, a jó kávé, az fontos ilyen szempontból. Na de, szerintem kezdjünk is bele akkor, ne húzzuk a ti időtöket sem. Mert hogy február 8-áig visszamennénk, és akkor ez a nagyon dallamos nevű Visa Cash App RB bejelentkezett először. Ami ketchupnak nevezett. Egyébként a ketchup szerintem marha találó, de azt mondjuk, hogy egykori Alfa Taurival van, nem Alfa Tauri, bocsánat, Toro Rosso-nk. Toro Rosso. Egy egykori Toro Rosso, akkor sem nagyon lövünk mellé, nem? Festés jó, az még Toro Rosso-s festés, 17-ből, nem? Valahogy így. Hát az teljesen ilyen volt. Egyébként a festés az nagyon-nagyon bejön. Hogy fogjuk hívni? Hogy fogjuk hívni, eldöntöttetek végül? Na, ezt akartam kérdezni. Hát ugye én a Danival a múlt héten... Nem, hát a ketchup az... A szerehe. Várjál, egyébként a kedvencem azért... Azt majd egy hajnali szabadedzésen ősszel szerintem, a szerehe, az tuti meg lesz. De hogy azért fokozzuk az izgalmakat, hogy mennyire jók a marketingesek. A Visa Cash App App Airbnb-nek megadták a VCARB01, ez az autóhivatalos neve. Igen, igen. Tehát, hogy... Segítettek sokat. Igen. Én azt mondom, hogy én megpróbálom RB-nek hívni, nem tudom, hogy mennyire lesz csereszabatos a többi autó nevével, mennyire fog megzavarni a Red Bull, akiknek RB20 az idei autója. Hát, de kis RB. A Cash App-et biztos, hogy azt ki fogom szólni. A Visa akkorában van rajta, hogy lehet, hogy néha egy Visa RB becsúszik meg, nem tudom, még magam sem döntöttem el. Nálatok? Hát, nehéz, tényleg. Én nem szeretek szponzorneveket hívni. Én sem. A csapat. Kivéve a saját. Szia, Bálint, Lewis Racing. Oda nézzél. Iratkozzatok föl, tudom. Szóval igen, ez egy érthető probléma, mert hogy mindegyik autónak ugye van szponzor, teljes szponzor neve is, hát de igen, van egy konstruktőri neve is. A Mercedes-nél sem szoktuk emlegetni, hogy Petronas, meg sehol más. Cognizant, most már nem, Aramco, nem tudom mi, Aston Martinnál. Hát igen, csak ott viszont van egy akkora brand, ami meg hát ott elviszi az egészet. Hogy hát most kiszedték alól, maradt az RB. Kis Red Bull. Az RB? Az RB nekem még az a leglogikusabb. Kezdjük az RB-zéssel, aztán meglátjuk, hogy ez hát mennyire. Vagy ugye... És egyébként a kis Red Bullt javasoltam, főleg, hogy az autó is... Az teljesen egyértelmű, vagy ugye a klasszikus Ricardoék. Tehát, hogy... Csak kis... Ricsi és Sunny. És csak az autót mutatják, Ricardoék autója. Jó, jó. Oké. A tavaly még Alfa Tauriként funkcionáló korábbi Toro Rosso. Korábbi Toro Rosso. És egyébként Minardi. Na jó. Na, tehát még miatt belekezdett, csak ugye változott a csapatnév, változott minden, új a csapatfőnök, Laurent Mekies személyében, vezérigazgató is, mindenki igazából mindenki új. Tehát óriási személyváltozások is lettek, úgyhogy ezt képest is nézhetjük az autót, hogy az vajon mennyire drasztikus változás így a személycseréket követően. Hát elindultak a Red Bull irányába, de egyébként ez nem egy tavalyi vagy egy tavalyi előtt Red Bull lett, hanem maradtak azért az Alfa Tauris iránynál, amit tavaly láttunk az AT03-on, tehát ha megnézitek az oldalszekrényt, az egyértelműen az AT03, nyilván az alávágott, az alsó ajkát előre toló oldalsó légbe önlő az a Red Bull iskola, meg amit már azért rengetegen átvettek, aztán majd ezen jön egy csavar később, de nem lövöm le a többi point, úgyis egy csomó szerintem már láttátok. De alapvetően ennek az autók a legnagyobb truvája egyébként az autón, amellett egyébként szerintem a fényezés extra, és nagyon sok helyen egyébként pont úgy optimalizáltak, ami ránézésre az Astonnál és összes többi csapatán nagy részt megvan. Tehát kifejezetten jó irányba ment el, hogy milyen gyors, azt nem tudjuk, de ami viszont valószínűleg sokat hoz a konyhára, az a Red Bull tavalyi első futóműve. Tavaly megkapták Szingapurban a hátsó futóművet, akkor nagyon nagyot ugrottak előre. Akkor gyakorlatilag az év végén a legjobb középcsapat lettek, hogyha emlékeztek. Ez így van. És nagyon picivel maradtak le a hetedik helyről a Williams mögött. És hogyha most azt is megnézzük, hogy megkapták az első vonórudas felfüggesztését, ugye, amin lefele átóba lefele mennek a rudak, a vonórudak, amik dolgoztatják a futóműelemeket, akkor ugye azt is tudhatjuk, hogy gyakorlatilag egy komplett tavalyi Red Bull futómű van alatta, amivel rosszul biztos nem járnak. Az, hogy egyrészt aerodinamikailag jobb lesz nekik, azt már megmondják a tesztek, de ugye azért egy futóműnek mechanikus dolga is van, és azért itt az autó platformját, az, hogy ez a szívóhatáskeltő padlom, ez minél inkább a jó szögben és a jó magasságban mozogjon, ahhoz kell egy jó futómű, már pedig láttuk, hogy Red Bullnál ez működik. Úgyhogy szerintem ezzel az első futóművel, tavalyit már ugye évközben átvéve, mindenképp egy nagy előrelépésre számítok. Én azt gondolom, hogy ők masszívan ott lesznek majd a középmezőny elején, vagy akár az Alpinnal is csatázva olykor-olykor, sőt, szerintem egy lepattanóra, egy lepattanó mázli dobogóra
szerintem ez a csapat jó lehet. Aztán ma lehet, hogy a kardomba dőlök, de azok alapján, amilyen változások voltak, ők sokkal inkább előrefele léphetnek, mint hát. Nem tudom, ti, hogy látjátok. Ja, és szerintem az autó inkább majd a lassú pályákon, ahol a mechanikus tapadásra, a futóműből fakadó mechanikus tapadásra lesz majd több szükség. Persze nyilván az aerodinamikaiságot számít, hogy a Gábor mondta, de talán inkább ezeken a lassú pályákon lehet majd az autó versenyképes. Hát az én tippem szerint, de hát persze nyilván ez így ennyire a tesztek előtt, ez csak egy tipp. Nekem a csapathoz vannak közálló forrásaim, nem mindegyiknél tudom ezt sajnos elmondani ilyen szinten, de itt azt mondták, hogy elképesztő bizakodóak, középmezőnyre várják egyértelműen saját magukat, és nagyon érdekes lehet szerintem ugye az a fajta csapatdinamika, ami megtörténhet majd esetleg Tsunoda és Ricardo között. Ugye emlékezzünk rá, hogy tavaly itt volt a legtöbb versenyző, mert még De Vriessel kezdtek, aztán most már gyakorlatilag el is felejtettük a kis hollandot, pedig milyen renoméval, milyen eredménysorokkal jött be. Szóval szerintem nagyon érdekes lehet, és szerintem azért lesz ez még izgalmasabb, mert mind a két versenyzőnek talán az utolsó szezonja, hogy bizonyítson. Más-más okokból. Ugye Ricardo visszatért, de már azért kifelé megy, ha a kort nézzük, oké, Alonso Hamilton most tegyük egy más kategóriába, nyilván VB címek, de hogy nagyon bizonyítania kéne. Tsunodának pedig konkrétan azt mondták, hogy figyelj, 3 éve vagy itt, ez a 4. szezonod, neked kéne a vezérnek lenned, ha nem tudod megvenni Ricardót, lehet, hogy elköszönnek tőle. Szerintem ilyen szemmel is érdemes ezt majd őket figyelni. Igen, nem tudom, erről mit gondoltok? És egyre menő csata lesz a két pilóta között, ebben biztos vagyok, és ahogy mondtad, nagy jelentősége van ez mindkettőjük karriere szempontjából. Valószínűleg egyikőjük karrierjének vége lesz. Igen, kivégezhetik, és ki is végzik majd egymás karrierjét. Kérdés, hogyha mondjuk, ha nagyon egál, akkor mi történik? Akkor mindenki igen. Jó vagy mindenki egyébként rossz? Ez jó kérdés, hogy lesz-e valaki, aki nagyra nyitja azt a bizonyos ollót majd ugye a másikkal szemben. Én azt gondolom, hogy Tsunoda, ugye erről beszéltünk tavaly az évvégi műsorban is, most leesett. Na. Semmi kicsi... Adásveszély. Gábor, adásveszély generál. Ezért jó, hogy nem tévés műsort csinálunk jelen pillanatban. Ez itt, de nem adta meg magát. A súlyos jegyzetek le. Ütödök, tehát hangom maradt. Elrakom a zsebembe annak. Nem hátrány. Szóval... Közben maradt rajtam 3 méter. Másik képet betegyem közben erről a kis autóról? Akjad. Ja, tényleg, mert van másik kép. Van másik? Szóval, amit ki akartam hozni, hogy én Tsunodát sokra tartottam tavaly, és ugye ebben például Mihály Sznorbival nagyon nem értettünk egyet az évvégi műsorban, de egyébként ettől jó. Én is Mihály Sznorbival értek egyet, jó, de mi erről beszélgettünk. De ez szintén. Nem baj, egyébként nem baj, mert... Ő is múlt időben beszél a saját véleményéről. Nem, most is így gondolom. Én tartom. Tehát azt gondolom, hogy Tsunoda nagyon sokat fejlődött az elmúlt 2 évben, különösen tavaly. És szerintem Ricardonak nagyon nehéz dolga lesz vele. De egyébként ez azért választott majd mindenikünknek, és akkor megmondja, hogy ki érezte jobban a dolgokat. Szerintem egyáltalán nem biztos, hogy ezt a csörtét Ricardo fogja nyerni házon belül. Nem ez egyszerű, Tsunoda ráadásul személyi trénert is váltott, még akár ez is közbeszólt. Egy John Noonan nevezetű tapasztalt úriember került mellé, aki korábban Westy mellett is volt az F2-ben, és Premier League csapatoknál is dolgozott, Chelsea-nél például, amikor Chelsea most nem annyira jó, szóval reméljük, hogy nem abban az érában fordultott meg. Úgyhogy Tsunoda erről úgy nyilatkozott, hogy most egy teljesen, gyakorlatilag ami volt eddig a Forma 1-ben, azt ő elfelejti, és innentől kezdve nyom egy all-int, és ezért is döntött amellett, hogy egy személyi tréner változás is történt az ő karriere során, hogy akkor innentől kezdve tisztán új lapokkal. Akarunk-e még erre az autóról beszélni, Gábor, csak vagy annyit akartam ne időzzünk el? Hát egy nagyon picit, ugye, hogy mik változtak, hogy itt látszik jól a vonórudás felfüggesztés, ugye eddig alulról a kerékagyról fölfelé volt bekötve magasan, most viszont a kerék egy tetejére jön be, és egész alacsonyra viszik. Egyrészt aerodinamikai előnyei is vannak. Nem mindig ez a jó megoldás, tehát a vonórúd meg a nyomorúd között 50-50, attól függ épp az aktuális szabályrendszer mit mond, vagy az aktuális autókoncepció mit dob ki a végén előnyösebbnek. De ez valószínűleg egy előrelépés lesz számukra. Ugye itt van az előre nyúló alsó ajkas, oldalsó beömlő, teljesen jól látszik fölülről, mennyire hátratolták a felső élét, és mennyire elő van az alja, mint egy ilyen kanál. És hogy sokkal szélesebb is lett az oldalszekrény, ami ugyanolyan csúszdás, mint a legtöbb csapatnál, valamit változott egyébként a légbeömlés, de összességében ez egy nagyon összeszedett autó, és emellett szép, mert le van fényezve, nem? Igen, és ugye szó volt tavaly arra, hogy esetleg a Hugo Boss nevet viseli majd ez a Visa Cash App RB. Ugye a Hugo megjelent ott elől az olvasható, meg majd a versenyzők Boss szerelésben menetelnek, de végül nem lett névszponzor. És ha majd fognak egy dobogót, akkor Bossra váltanak. Szobos Lai, ugye? Na, haladjunk tovább szerintem, mert azért vannak ennél izgalmasabb csapatok, bemutatók. Ugye az Aston Martin hétfőn mutatták be, és nem volt túlságosan nagy esemény, és akkor még finoman fogalmaztunk, csak fotók tekintetében jöttek ki bármiféle olyan alkotások. Viszont rögtön az a pályára is gördült az autó, ez, ami azért segített. Ez előnyükre válhat. Melyik Aston képet szeretnéd? Menjünk előről? Menjünk előről. Az Aston Martin kapcsán, ugye ők azt írták, na ez is érdekes, hogy ki hogyan fogalmazza meg a hivatalos sajtóközleményben, hogy mit vár a csapatától. Azt mondták, hogy hiperfókusz,
és kimondták azt, hogy a cél a győzelem. Tehát ők egyértelműen azt mondták, hogy a tavalyi 9 dobogó az egy akkora előrelépés volt a csapat életében, főleg Fernando Alonso parádés teljesítményt elnézve, hogy idén 24 plusz 6 futamból legalább egyet meg akarnak nyerni. Szerintem ez egy jó hozzáállás. Nyilván nem azt mondták, hogy a világbajnoki címért mennek, mert azt ők is megmondják, hogy a Red Bull azért messze nyilván van futamgyőzelemre utaltak. De hogy szeretnének dobogós helyeket menni, és az első győzelmet megszerezni, de szerintem ez korrekt. Habár ugye tavaly év elején beszéltünk róla. Ezt már mi is megjósoltuk nekik, ugye tavaly. És ugyanúgy nagyon nehéz. De egyébként legalább Monakóban voltak a legközelebb tempóban. Nagyon kis hia volt. És azt gondolom, hogy idén ezzel az autóval, hogyha olyan, ha úgy megy, ahogy kinéz, ugye, és ez a nehézség a bemutatókban, tehát látunk valamit, összeszedettebbnek tűnik egy autó, vagy sem. Most, ha visszagondoltuk a Mercedes 2022-es oldaszekmény megoldására, hát ha csak a hűha effekt miatt VB-t nyert volna valaki, már foci EB-ben a fejem, akkor kapásból a Mercedes lett volna a világbajnok, aztán hogy befülöttek vele. Tehát az, hogyha valami nagyon extrém, és nagyon eltér a többiektől, az nem azt jelenti, hogy ez működni is fog. Ez az autó, ez egy tökéletes evolúciója a tavalyi utcának, vagy a tavalyi irányzatnak, nem tolattak ki belőle, viszont azt a végletekig felhúzták. Tehát, hogy amíg ki nem jött a Mercedes, és meg nem látjuk a Red Bullt aztán, ez az autót messze a legkidolgozottabb, és a legextrémebben a szélsőség. A Ferrari másnap nekem csalódás volt ehhez képest. Tehát attól még lehet, hogy ez egy gyors autó, de majd beszélünk róla, de ez az autó nagyon-nagyon kiélezett mindent. Tehát abban a szabályrendszer irányban, amit ők választottak, ugye nem az orkup nem az első eleme, hanem a másodikhoz csatlakozik, ez egy nagy változás. Ugye nagyon-nagyon előre nyúlik, és nagyon magasra került az oldalsó beömlő, és majd a szemből látszik, hogy mennyire keskeny, gyakorlatilag minden eddiginél keskenyebb az a nyílás, amin a levegő bemegy oldalra. Ugye itt megint máshogy helyezték el az oldalütköző rudakat, ennek mindig stratégiai szerepe van, de akkora az alávágás, hogy egyszerűen nem tud teljesen eltűnni, mert teljesen megtisztították az autódát. Ide nem csak én férnék be, tavaly ezzel poénkodtam, amit már mellén feküdhetnétek lassan, akkor a tér maradt szabadon, és nagyon alá is vágták. Tehát nem csak, hogy itt nagy a szabad terület, hanem tulajdonképpen kiemelték az egészet, és mint egy ilyen két fedeles, két emeletes valami, alatta is rengeteg hely lett. Picit máshogy vezetik le az oldalsó kéményszerű, ugye kályhacsőszerű hűtőkivizetéseket hátul, de amennyire lehet ezt a koncepciót, ami is működik, ugye tavaly ők hozták be ezt a csúszdás oldalszekrényt. Ezt már mindenki átvett. Tehát ez látszik, hogy ez egy jó irány, mert erre rácsapott szinte mindenki. A legtöbb dolog a Red Bulltól másolódik, de ezt az Astontól vették át, és teljesen kimaxolták ezt az irányt. Tehát szerintem ebben a koncepcióban annál nincs tovább, hogy az Aston az asztalra rakott, vagy a aszfaltra, de hogy mennyire ez gyors, azt nehéz megmondani. Tavaly nagyon rossz volt a légellenállásuk, alacsony volt a tempó, végsebesség problémáink volt végig, tehát aerohatékonysági problémáik voltak, össze-vissza működött, főleg a fejlesztésekkel mentek rosszul, de aztán az év vége fel, amikor elkezdtek keverni mindenféle ott maradt alkatrészeket, akkor egyszer csak megint csak elkezdtek tempót találni. Igen, elkezdtek tempót találni. Tehát, alapvetően, hogyha megértették, hogy mi volt a tavalyi baj, kiindulva a tavalyi 8 dobogóból, Alonso dobogóból, akkor ez az autó az lehet nagyon gyors, és lehet kifejezetten veszélyes ez a csapat. Egyetértek, főleg Alonso kezébe, aki továbbra is nagyon lelkes, és egyébként két kifutás közben azért volt ideje oda szúrni Lewis Hamiltonnak. Hát az óriási volt. De ezek gyönyörűek, ugye, szép ez az egész. Ugye meg kijött a nyilatkozat, hogy Lewis Hamilton, hogy is fogalmazott, hogy gyerekkori álma volt, hogy Ferrari versenyző legyen, mire Fernando Alonso annyit mondott, hogy hát érdekes, egy ilyen 3-6-8 hónap ezelőtt még nem volt gyerekkori álma, akkor még más volt a gyerekkori álma, hogy visszavonuljon. Nyilván ez érdekes, de szóba hozták a Mercedes-szel Alonsót, illetőleg néhány egykori Forma 1-es versenyző azt mondta, hogy Toto Wolff és a Mercedes helyében, akkor most Fernando Alonsót léptetnék följebb Russell mellé. Ez mit szóltok például? Nem tartom. Nem? Egyszerre mondtátok, jó? Nincs értelme. 43 éves lenne. Persze nyilván, hogy Alonso azért... Sőt, 44 abban a szezonban. Alonso azért hozott már váratlan döntéseket egyébként, azt gondolom, vagy furcsa döntéseket karrierje során. Ez is szerintem egy olyan furcsa döntés lenne. Kérdés egyáltalán, érkezik-e ilyenfajta felkérés a Mercedes-től, hogy jöjjön, gondolj át. Egyébként. De valami fotó megjelent Toto Wolff-al együtt, valahol most találkoztak, nem? Toto Wolff és Flavio Briatore találkozott. Briatore már nem olyan erős, hogy ezzel komolyan kell foglalkozni. Egyébként nagyon érdekes, tudjátok, mikorra kell visszalapozni a Forma 1 történetében és a Mercedes Forma 1-es történetében, hogy ilyenkorú versenyzőjük legyen? Mint hogyha a Fernando Mihály Schumacher. Nem. Hát nem, 44 lesz jövőre. 44 43 lesz idén jelen Alonso, tehát 44 évesen lenne már Mercedes. Ha a Mercedes szerződtetni 25-re, akkor abban az évben már 44 lenne. Mikorra kell visszalapoznia az évkönyvekben? Ki volt az, aki ennyi idősen Mercedes versenyző volt? Gyári, és mondjuk jó volt. Ez nem mostanában. Juan Manuel Fangio. Hát akkor nem mostanában. Az kicsit más korszak. Azért mondom, más hogy ugrunk 70 évet,
hogy eljussunk oda, hogy valaki, mert abban a korban ilyenkorú versenyzők voltak a toppon, részben a második világháború, meg sok más egyéb ok miatt, de azért ma már, meg az elmúlt évtizedekben ez messze nem divat, és hát, akármilyen formában van Alonso, ugye a Mercedes nem egy évre akarna szerződni. Nem, nem, ott szerintem hosszú távra kell valakit válaszolni. Legalább 2-3 év van meg gondolkodnak, hát azért 45-46 éves Alonsóra bármilyen jó, arra senki nem fogadna úgy, hogy ugye Hamiltonnál állítólag azért nem akartak hosszú távot kötni 39 évesen, mert hogy ők is akartak maguknak mozgásteret. Akkor mi van a 43-44 éves Alonso? Nem tartom valószínűnek. Én sem, csak bedobtam, mint témát. Nem baj, hogy bedobtad, ezt már ugye múlt hetet is érintettük Danival, de szerintem ezt újra meg újra át fogjuk beszélni, mert ez egész évben pletyka lesz tuti, ami le nem ütik ezt a labdát. Beszéljünk a Mercedesről, de egy kérdés erre még azért visszatérnék az asztalra. Mutassak-e másik képet? A szemből kép mindenképp legyen, mert ott annyira extrém a... Nézzük a szemből lévő képet. Már ezt akartam megmutatni. Ugye elejéről már beszéltem, az is egy viszonylag nagy változás. Ugye minden, ami az autó elején történik, annak nagyon nagy jelentősége van, mert abszolút befolyásol minden mást maga mögött áramlásilag. És ugye az, hogy tavaly az első szárny elemhez teljesen leért az orrkup, most viszont szabadon hagyták, azért az egy jelentős változás. Az, hogy az első szárny maga milyen, azzal azért ne foglalkozunk, mert az annyit változik már a tesztekig is, meg utána a következő futamokra, hogy fölösleges alapkoncepciót nézni, ez nagyon sokat változhat. És itt van, amiről beszéltem, hogy gyakorlatilag már csak egy rés van. Tehát ha tavaly csodálkoztunk a Red Bullnak a Hungaroringen megjelenő ilyen leveles szekrény bedobásszerű résén, ez ahhoz képest megfeleződött. Tehát olyan szinten vékony, elkeskenyedett lett, és akkora alatta a tér az alávágás, nyilván szélesnek kell lennie, de nem is annyira extrémen széles. De igen, ez már nem is az, hogy belemegy a levegő, hanem ez már lehúzza a levegőt. Lehúzza a levegőt, azt ami kell itt fölötte valahogy eláramlik, és úgyis lebukik, de hogy alapvetően ez egy nagyon-nagyon extrém irány, és azért mondtam, hogy nagyon jó ki van találva, maradtak a nyomorúdás felfüggesztésnél, de például, ha megnézitek, akkor elképesztően fölhúzták, és ami az Astonnál érdekes, hogy ők, hogy a párhuzamos lengőkar szögeket meg kell tartani, mert kicsit bután viselkedne az autó, nem így lenne, de hogy alapvetően ugye a felső lengőkar nagyon magasan van, az teljesen a szélén, amennyire lehet, föl van húzva a monokok szélére. De az alsó lengőkar, ha megnézitek a távolságot, és majd a többi autót összehasonlítjuk esetleg, nincs akkora jelentősége, csak a pici nüansznyi eltérések, akkor ők egészen széthúzták, egész nagy a távolság, hogy itt viszonylag nagy teret hagyjanak a szabad levegőáramlásnak, és valószínűleg az alsó lengőkar síkot egyben használják az első szárnyal gyakorlatilag, ugyan van közte azért bőven hely, de hogy ki mit akar áramlásra, az sokszor nehéz eldönteni. Tehát ránézel egy ilyen képre, még egy aerodinamikus is nehezen mondja meg, ők azért jobban, mert az elég sok CFD-t, meg áramlástani képet látnak, meg szélcsatorna vizsgálatot. De hogy amúgy szabad szemmel, ha sok ilyet nézel, úgy nagyjából gondolhatod, hogy mi történik, de pontosan megmondani, hogy egyébként a hátrébb lévő elemek miatt mi mit akar és miért tart oda, nehéz megmondani. Ez a megoldás lehet, hogy az Astonnál működik, ha ugyanezt ráraknak egy másik autóra, semmire nem mennének vele. Az az érdekes, hogy a technikai igazgatójuk Dan Fellows azt nyilatkozta, hogy ez a tavalyi, tehát az 23-as autónak a egyfelől továbbfejlesztett, továbbépített, másrészt pedig befejezett autója. Tehát ők ez kicsit úgy állnak hozzá, hogy ez az autó, ez így most ebben a formában kész. És ezt a témát csak azért dobnám be, mert ugye tavaly baromi jól kezdett az Aston Martin, Alonso dobogók jöttek, mindannyian azt mondtuk, hogy kizár dolog, hogy ne legyen futamgyőzelmük. Aztán annyira elfáradtak, pontosabban, amikor a többi csapat elkezdett fejleszteni, ugye abban a versenyben ők alul maradtak, ősszel meg az idény vége fele megint volt egy kis pistánkolás, fellángolás, de hogy nem félhetünk-e attól, vagy ti ettől a nyilatkozattól nem féltek-e olyan szempontból, hogy azt mondták, hogy ez így most ebben a formában kész, ki tudja, hogy szezon közben hogyan és mint tudnak majd hozzányúlni. Mert nekem ez kicsit ilyennek tűnik. Kicsit fura nekem is, mert szerintem egy versenyautó, főleg egy Forma 1-ben sosincs kész, és hogy mindig van valami alakítani való, meg főleg egy csomó alkatrészt, ugye lehet versenyhétvégéről, lehet első szállját, hátsó szállját, ezt-azt hozni, és mindig lehet valamit ötletelni, és biztos vagyok benne, hogy ebben az érában, ahol ilyen kevés teszt van, mint ami most van, tehát hogy most kivihetik 200 km ezeket a kocsikat itt a szezon előtt a teszt előtt, semmi. Olyan kevés adatot tudnak gyűjteni, hogy szerintem ebből így nehéz bármit kitalálni, hanem majd, ahogy indul a szezon, és akkor jönnek a tapasztalatok a verseny hétvégéken, meg minden, akkor abból biztos, hogy kell legyen valami fajta evolúció. Máskülönben ugyanúgy járnak, mint ahogy a tavalyi évben jártak. Igen, igen. Eszembe jutott egy jó hasonlat, úgyis mindig fagyiban fogadunk. Jellemzően, hogyha úgy van. Mindig ezt szoktam bedobni, igen. Hogy amikor egy autó az évelején túlságosan kész van, az olyan, mint amikor egy kis töltsérbe rajta két gombóca, úgy tökéletesen megvan minden. De már a harmadikat nem tudod rárakni, mert mindegyik lecsúszna. És akinek van egy jó érdekes alapja... Érdekes fagyis dolgok jutnak az eszembe. Akinek van egy jó alapja, annak van egy nagy töltsére egy gombóccal, és lehet, hogy rosszabbul áll az elején, de arra 5-6 gombócot is rá lehet pakolni, és még mindig meg tudod enni. Tehát kicsit valahogy így kell erre gondolni, hogyha egy autó túlságosan kész van év elején, de hogy nem nagyon van fejlesztési irány, vagy nem nagyon tudnak már abból többet kihozni abból az irányzatból, akkor utána tényleg bajban vannak, mert az évelején lehet, hogy gyorsak, és akkor utána állva fognak maradni, mert
Látjátok, minden évben bármilyen hülyén indul valakinek egy szezon, előbb-utóbb minden csapat összerakja magát, és záródik az óla, megnézzétek az adatokat, minden évben ez látszik. És aki csak hozza az addigi átlagát, az előbb-utóbb egyre hátrébb kerül az egész mezőny tekintetében. Most figyelj, hogy most jönnek Bahreinbe, és egy másodpercet adnak a Red Bullnak körönként, akkor azt mondja, hogy akkor kész volni az évén. Akkor kész volt. Akkor mehet az oszcsavérocukormár. Ja, egy utolsó kérés az Aston Martinnál. Beszéltünk az előbb arról, hogy mekkora kiélezett helyzet lehet majd csapaton belül ugye a Vizánál, vagy az RB-nél, Ricardo, illetve Cunoda között. Ugye az Aston Martin egy elég furcsa helyzetben lévő csapat, hiszen ott van Fernando Alonso egyértelmű első számú pilótaként, és Lawrence fia Lance, aki még mindig ott van. Normál esetben lehet, hogy már nem lenne ott, viszont szerintetek, hogyha megint ugyanakkor ez kettő között a különbség, és megint úgy teljesít Lance-ről, ahogy tavaly, azt lehet-e még azzal védeni, hogy hát de apa adja a zsetont folyamatosan? Egy Forma 1-be ez meddig védhető? Erről is beszéltünk múlt héten, ez nehéz kérdés. Hát nehéz kérdés. Én az erőviszonyokban azért a nagy változást nem hiszem, hogy fogunk látni az idejében a két pilóta viszonylatában. Egyébként azért közelebb kéne kicsit kerüljön. Hát illene. De hogyha nem, szerintem most tudod, amíg családi tulajdonban van a csapat, és autóversenyző is ott vagy, addig bármeddig el lehet ezt húzni. Uh-huh. Szerintem ez hát, egy külső kritika nem fogja egy édesapának a hozzáállását megváltoztatni. De amikor bejön a Honda 2026-ban, akkor azért ott lesz egyfajta presszió kívülről, mert Honda azért nagyon sok pénzt bele fog rakni ebbe a motorfejlesztésbe, bejönnek kvázi gyári csapat lesz belük, sőt, gyakorlatilag is. És onnantól kezdve már azért nehezebb lesz azt mondani, hogy de figyelj, hát most egy versenyzős csapatot akarsz, Lawrence, tényleg itt beletolunk 300 milliót, 500 milliót, miközben egyébként... Majd attól fog függni, hogy ez a pénzügyi reláció, ez hogy alakul ki majd valójában, hogy akkor ki mennyi pénzt rak bele, kinek mekkora beleszólás lesz, esetleg lesz a változás a tulajdoni viszonyokba. Hát is ugye élennék a Honda helyében, én biztos, hogy tehát, hogyha Lance-ról nem tudna javítani ezen a teljesítményen, akkor 26-ban ezen az egyik sarkalatos kérdésem, hogy hozunk nektek egy jó motort, de kéne két jó versenyzőt. Akkor jön egy másik pilóta is, vagy lehet, hogy kettő, mert ugye két, hogy Alonso meddig tolja még a Forma 1-ben. Hát igen, meg ugye Alonso Hondás múltjával egyébként milyen lesz majd a reláció Alonso és a Honda között. Mert azért az ott elfelejtődött. Ugyanakkor a Samurai, ugye ott van a tetoválás is rajta. Ide. Fernando San, ezen is de azt tudjátok jól, hogy azért versenysportban mindig az eredményesség számít, és bármennyire megsértesz valakit, előbb-utóbb eltelik annyi idő, hogy ezek az emlékek törlődnek, és önös érdekből, hogyha mind a kettő segíteni tudja a másikat, akkor is össze fognak állni, hogyha egyébként már kigyott béket kiabáltak egymásra. Nézzétek meg, hogy pár évvel ezelőtt mit mondtak Verstappenről a Ferrarisok, hogy aztán belőle soha nem lesz Ferrari pilóta, hogy miket mondott, meg miket nem mondott, meg hú. Most már egy két éve, másfél éve, nagyon finoman az elindult egy ilyen kölcsönös, ilyen tiszteletjellegű, hát azért olyan csíp, bírjuk ám Verstappent, igen, szeretem én is a Ferrarit nagy csapat, és nagyon meg lennék lepve, ha ugyanazt, amit Hamilton meghúzott, előbb-utóbb aztán, vagy később inkább Verstappen is nem húzná meg a Ferrarival. Hát most akkor bele sem menjünk újra, hogy Hamilton és az olasz szurkolók, vagy a olasz az újságírók, az milyen viszonyból indul, de már jobb a helyzet. Na, itt még egyetlen dolog, aztán léphetünk, ugye, csak fölülről, ugye, nem, a többit nem mondom, mert erről beszéltünk, itt megint az oldalütköző rúdnak az integrálása látszik meg, hogy picit jobban lefele ível ez a hátsó kájacső, de minimális, hogy mekkora a különbség az oldalszekrénynek az odasobb beömlőknek az alsó ajka, és ugye a fősöket mennyire hátra tolták. Tehát itt egy ilyen brutális nagy tárca alakult, kell, lehetne pakolni, egy olyan reggelit mindenki lehetne, amit a reggelikről beszélgettünk. Tehát elképesztő különbség van. A többi csapat azért nem tolta el ennyire, nincs ennyire nagy különbség, vagy nagyon keveseknél az első, meg az alsó és a főső él között. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes tendencia, de az a legérdekesebb, hogy ez majd fogunk megváltozni, amikor meglátjuk a Red Bullnak a megoldását, meg aztán majd a McLarenhez is eljutunk, akik valami hasonlóba gondolkodnak, megfordítani a tavalyi trendet. Na, ez volt az Aston Martin, akkor térjünk rá egy olyan csapatra, amely háza táján azért történnek majd ugye személyváltozások, beszéltetek róla múlt héten Danival is, ez pedig a Ferrari lenne, ami olyan szempontból is izgalmas szerintem, hogy Carlos Sainznak az utolsó Ferrari idénye egészen biztosan. Ez ugye az SF24 névre hallgató kis autó. Elképesztő ceremónia volt, show, meg minden, a fenéket semmi nem volt. 90 másodperc alatt egy videóval letudta a Ferrari az idei autónak a bemutatóját. Ez önmagában szerintem már egy picit furcsa nekem. Tehát nem hogy többet, hanem sokkal többet vártam, de hát nyilván ízések és pofonok. Ami érdekes lehet még, aztán átadom Gábornak a szót, hogy ugye azt fontos megjegyezni, hogy ez már teljes egészében az az autó, ami a tavaly január első napjaiban csapatfőnöki pozícióba kerülő Fred Vasseur felügyelete alatt zajlott munkának az eredménye és gyümölcse. Tehát most már idén nem lehet azzal takarózni, hogy
Ez még a Binottoéknak az autója, ez most már a Wasserféle autó, és azt nyilatkozta a technikai igazgatójuk, hogy szerettek volna egy teljesen új alapokat teremteni, az autó minden területét újra terveztük, még ha az alapot az előző évi fejlesztési irány jelentette is, ami versenyképesebbé tett minket az idény őszi vagy későbbi szakaszában. Hát ez a hiszem a látom kategória, Ferrari nem annyira. Nem vagyok meggyőzve, úgy érzem. Elsorokat hallva. Ránézés, ez az autó, ez abszolút az evolúciója a tavalyi autónak, átvéve jó néhány megoldást a Red Bull meg az Aston eszköztárából, de nem szakítva a saját futómépítési hagyományaikkal, az egyetlen csapat a Haas-szal együtt, aki ugye kompletten vesz mindent a Ferrari-tól, amit lehet, a komplet futóművet is természetesen, akik maradtak a hátsó vonalrudas, első nyomorudas felfüggesztés, de mindenki másnak már nyomorudas hátsó felfüggesztés van. A Ferrari azt mondta, hogy megvizsgálta, hosszan tanakodtak róla, hosszan vizsgálták a kérdést, és úgy döntöttek, hogy nekik jobb hátul a vonalrud, miközben 10-ből 8 csapat nem így döntött. Tehát jó kérdés, hogy hányan látják bejönne jól ezt. És megint csak ugyanott vagyunk, hogy de lehet, hogy ez a konstrukció, ez valahogy jobban illik. Ugyanakkor ugye átvették ezt a nem annyira durván, de mégiscsak ott van a csúszdás oldalszekrény, a belső oldalszekrény kialakítás, ugye eltűnt a kád, amit eddig a Ferrari használt volna 22-ben, tavaly évvégén már ezzel a rámpás megoldás fele elmentek. Ami látszik, és minden autónál megvan, megint csak egy ilyen visszatérő divat, hogy elképesztő az alávágás. Annyira nagy alávágottság van az oldalszekrényeket, ugye azért tartják ennyire szélesen kint, hogy az első kerék turbulenciáját valamennyire próbálják kifele ütni, hogy legyen itt. Ugye a Mercedes ezzel szívta meg nagyon a 22-es autójával, hogy itt eltüntette azzal az aeropod koncepcióval ezt a részt. Úgy érezte, hogy ez jó lesz áramlásilag, csak itt ezek a turbulens légrétegek, amik megjönnek az első kerékről, ezek telibe találták azt a hátsó zónát, amiben a legkevésbé kellett volna bemásszanak. De most ezért tartják ennyire szélesen, és a legtöbb autónál szélesebb is lett. Nem azért, mert nem tudják jól megtervezni, de emiatt, hogy ennyire széles, ugye van bőven hely a hűtőelemeknek, tehát alul meg úgy be tudják vágni, tehát, mint ha meghúznád a derékszíjat, amennyire lehet, és látszik, hogy mennyire mélyen, és a legtöbb csapatnál extrém módon ez alá van vágva. Ez azért érdekes, mert nem feltétlenül jelent ez pozitívumot, ez lehetőséget jelent fejlesztésileg. És ugye, aki emlékszik, még több mint 30 évvel ezelőtt a 92-es F92 ára, az úgynevezett dupla fedes double decker Ferrari-ra, amivel nagyon befűröttek. Pont ez volt az alapötlet, hogy elválasszák, hogy megemeljék az oldal szekrényeket, akkor ugye nem tudtak ennyire nagy alávágást csinálni, de gyakorlatilag annyit csináltak, hogy egy ilyen 5 centivel, vagy inkább 8-10-zel megemelték a teljes padló lemeztől az oldalszekrényt, és volt egy sáv alatta. Az nagyon nem működött, szerintem a Ferrari-nak azóta rémával van, ha erről a témáról kell beszélni, de most nagyon megvágták, meg meglépték, szó szerint ide vágtak egy jó nagyot. Kíváncsi vagyok, mit tudnak kihozni belőle. Alapkoncepcióját tekintve ugyanúgy ott van az S-csatorna, de került egy kis plusz elem, de hát azért ettől nem nőnek égig a fák, hogy oda kicsit a glória körüli áramlásba beleszól. De alapkoncepcióját tekintve az autó ugyan finomodott, de messze nem olyan merészen, hogy az Aston Martin megcsinálta a saját koncepciójának a maximalizálását. És ez mit jelent szerinted, vagy jelenthet? Nem mertek nagyon kockáztatni, ezt tartották a biztosnak, vagy lehet, hogy már inkább úgy vannak vele, hogy éljük túl 24-et, aztán igen, menjünk majd neki a 26-os fejlesztéseknek. Ez egy jó kérdés, hogy azért választottak ez az irányt, mert nem mertek, vagy mert nem akartak nagyobbat lépni, vagy mert nem tudtak. Tehát erre a kérdésre nehéz választ adni, és erre mondom, hogy ránézésre álló autó képeiből nem lehet megmondani, hogy melyik milyen gyors. Mert ha így lenne, akkor... Akkor mit csinálunk itt? Arról beszélgetünk. Az eltérésekről beszélgetünk, de ugye a tempót nem tudjuk megmondani, csak az, hogy ki milyen irányba gondolkozott, vagy mit nem mert bevállalni, vagy történetesen mi az, ami mellett letette a voksát. Meg nyilván azért vannak egyértelmű választások, újítások. Igen? Szerintem azért a Ferrari-nek tavaly voltak jó pillanatai, de hogy voltak olyan helyszínek, meg olyan körülmények, amik között azért a kocsi erős volt. És hogy... Legaz, Monza. Hát ugye ne feledjük, a Red Bullon kívül egyedül ők voltak, akik futamot tudtak nyerni. Igaz, az Carlos Sainz volt, a távozó spanyol pilóta. Kellett hozzá egy nagy botlás a Red Bulltól, de a lepattanót leszették. De nem voltak annyira messze, szóval hogy egyébként szerintem egy pici evolúció, meg ugye amiben sokat kellene fejlődniük, az ugye a versenytempó, meg ugye a gumikezelés. És az, amit ugye itt most ezekről a képekről semmilyen esetben sem tudunk megállapítani, hogy ez majd tényleg hogy fog működni a valóságban, és hogy ez az aerodinamikai hatékonyság hogy fog segíteni a gumik működését. Meg hogy a futóművet tudták-e annyira finom hangolni, és nyilván nem a lengőkaroknak a szögével, meg hogy nyomórudas vagy húzórudas, hanem hogy a belső elemek, maga a mechanikus elemek, hogy a rugózás, a lengéscsillapítók, meg az egésznek a működése, hogy fog működni, és hogy ez hogy fog segíteni a gumikat a túlélésben egy hosszabb etap során. És hogyha ebbe tudott a előlépést elérni, akkor szerintem jó irányba lehetnek. Igen. Na még egy fontos dolog, és ezzel sokan játszanak idén, ugye Alpine-ról beszélgetünk múlt héten Danival, akik kifejezetten beszéltek arról, hogy a súlypontot hátrébb akarták vinni. Ugye a szabályok megkötik az autónak a súlypontját, tehát tólig határokon belül mozog, de azért az nem egy kis játéktér.
És ugye azon belül az Alpine megpróbált hátrébb menni, és az látszik, hogy a legtöbb csapat ebbe az irányba megy, mert hogy a Ferrari is annyit már azért megtudtunk az új autóról, ami a képeken nem látszik, de fontos, hogy alapvetően csináltak egy rövidebb váltót. Az autó maga ugyanolyan hosszú, tehát megálltáv ugyanaz, de lett egy rövidebb váltójuk, és megnyújtották a monokokot. Ugye ebből mi következik, hogy hátrébb kerül az ülés pozíció, mert azzal, hogy megnyújtod a monokokot, ugye automatikusan egy picit hátrébb vándorol minden, ami a teljes térben van, és a rövidebb váltóval együtt ugye ez egy hátrébb eltúlt súlyelosztás jelent, és lehet, hogy a Ferrari erre bazírozik, mint ahogy egyébként valószínűleg az Alpine is, hogy sokan, hogy túlságosan elől voltak súlyelosztás tekintetében, eleve próbálnak itt plusz levegőt hagyni. Minél több levegőt hagysz itt ebben a zónában, ahol belép a padlólemez alá, annál több tered van, hogy játsz azzal a levegővel, és tökéletesebben, minél tökéletesebben vidd le a fenéklemez alá, utána minél több lesz a terő, minél nagyobb szívóhatás keletkezzen az autó alatt. És valószínűleg ez az, ami miatt mindenki elkezd hátra vándorolni, hogy több szívóhatás generáljon, plusz a gumikkal is jobban bánjon. És itt van a kutyálásra, amit Norbi mondta, hogy nem kell ennek az autónak feltétlenül extrémnek kinéznie. Ha mechanikusan jobban fog dolgozni, ha jobban bánik a gumikkal, ha összességében egy jobb versenyautó lesz, akkor az egykörös tempója piszok jó volt tavaly. Tehát ők voltak valamennyire pariban a Red Bull a legtöbbször időmérőn. Hát, meg ráadásul Leclerc eleve a pole király. Hát, ez a másik, Leclernek ezt az ilyen típusú adottságait simán ki lehet használni, sőt, nagyon jó ki lehet aknálni. Egyébként az, amit most mondtál, nem arra panaszkodott tavaly a Mercedesnél Lewis Hamilton? Hogy túlságosan elő volt? Azt mondta, hogy túlságosan előlült, nem volt ennek nagy jelentősége vezetési szempontból, de... Az alapproblémát mondta az, hogy nem érzi az autó hátulját, és akkor ő azt arra fogta, hogy azért, mert hogy túlságosan előlült. De hát ugye ennek ezer más oka lehet. James Ellison ez gyorsan. Maga az ülés pozíció, hanem ez. Önmagában az a hátsó tengely működése és minden egyéb. Ugye itt még egyszer szemből ugyanaz az oldalszekrény megoldás, amit például láttunk az Astonnál, vagy amit láttunk a RB Visa Ketchup. Majonéz. Hívjuk majonéznek, és akkor az úgy egyértelmű. Az orkup változott, sokkal gömbűbb és sokkal bumfordibb, kicsit szélesebb is, mint a korábbi. Ugye emlékeztek, hogy így eléggé befele ívelt a végén ilyen V-alakban a Ferrari-nak, most szélesebben kint tartják. És ugye a második elemhez csatlakozik, ugye maradt az első nyomorúdás felfüggesztés, amivel mindenki játszik alapvetően, egyrészt az a centrális hűtő zóna, amiben behúzzák ezeket a hatalmas kályacsöveket, itt a Ferrari-nak is megjelent, már tavaly emlékeztek. Egyébként érdekes, megmaradtak ennél a nagyon keskeny háromszög. Felső légbeömlő az egyetlen csapat a mezőnyben, aki nem valamilyen nagy vagy extrém nagy felső légbeömlővel megy, hanem a centrális hűtőzónában azért inkább innen húzzák be a levegőt. Az itt is megy, nem csak a motorhoz levegő, de kevesebb megy a központi hűtőkörökhöz. Viszont ugyanúgy megcsinálták ezt a két kályacsövet, ez tavaly nem volt a Ferrari-n, vagy nem igazán volt rajta. És amivel még mindenki játszik, szintén Red Bull hozomány, hogy a lengőkarokkal, egyrészt ez az anti-dive hatás, ugye ez a bólintás gátlás, meg a hátsó ágaskodás gátlás, tehát eleve olyan lengőkar geometriákkal dolgoznak, olyan futómű kinematikával, hogy próbálják lehető legjobban csökkenteni az autó hosszirányú dőléseit, fékezéskor, meg kigyorsításkor ott is, hogy az autó platformja minél inkább stabil maradjon, hogy állandó legyen szívóhatás. De amellett természetesen megpróbálják a levegőt is lefele buktatni, és ezt ugye azzal érik el, hogy az előső, meg a hátulsó lengőkör bekötéseket teljesen megdöntik hátra. Tehát, hogyha ez az autó oldala, menjük vissza az oldalirányú képre, Máté, hogyha van olyan? Előzőre szerintem az volt az. Itt a váltás. Erre gondolsz? Nem, ez fél, hátulról volt, és akkor ott talán jobban. Ez a harmadik. Amivel kezdtünk. Több kép nincs. Igen, tehát ott látszik gyönyörűen felső lengőkar előső bekötési pontja, ez itt ugye a nyomórút keresztbe, de ez most ne foglalkozunk, mert az nem tartozik a lengőkar elemekhez, viszont ott a másik lengőkar elem, tehát itt jön a felső lengőkar, jön a kerékhagyhoz, és ott van a lengőkar elem a hátsóhoz. Valóban ide ér be, tehát látszik, hogy van egy 20 centi eltérés lefele. Tehát, hogy igazából irányban mindenki hátrafele dönti, lefele billenti a lengőkarokat, egyrészt emiatt a bólintásgátló hatás miatt, és amiatt is, hogy a levegőt ezekkel a lengőkarelemekkel, ezek azért szép szárnyprofilok, illetve ezek természetesen semleges profilok, tehát ugye nem terelhetnek elméletileg, leszorító erőt nem képeznek, teljesen semleges, ugye mindig két oldaluk egyforma, de azért az irány, amiben berakod, és ami az egymás mögé rakott lengőkar elemeket használva, az a levegő szépen megtalálja, hogy merre akarja a tervező vinni, és el is kezd menni abba az irányba, ahova egyébként tervezik. És pontosan ez az, ami szintén trend és óriás divat szinte mindenkinek, attól függően, hogy mennyire volt merész, meg milyen típusú futóműve van, ez a hátrafele, csak a kérdés az, hogy milyen mértékben hátrafele álló lengőkar beállítása van.
Ugye a white fülűek vagy white szemek, azok kiszoradták egyrészt a sárga és fehér színeket, ezek most megjelentek ilyen formában. Régen volt, vagy egyik talán nem is volt, de a legdurább az az, hogy rárakták Weber Gabinak a monogramját a felrája. Tehát én nem tudom, hogy ezt hogy érted el. Csak nem tudták elérni, hogy szimpla V vagy dupla V, és ezért ez mentek. Tehát, hogy így is legyen, meg úgy is legyen. Szóval igen. Innentől közel le se tagadhatod, hogy a felrája szóltasz. Ez még nem jutott eszembe, ez egy nice catch. Na, tudom, hogy Danival beszéltetek róla, bele is hallgattam ott a, főleg a Hamiltonos részt, de egyrészt Norvi, a te véleményedre is tök kíváncsi vagyok, mert az egyik legizgalmasabb csapat idén szerintem az a Ferrari lehet, pontosan azért, mert tudjuk, hogy a következő évben jön majd Hamilton. Ugye Leclerc-t kérdezték erről a dologról, és ez múlt hét óta egy nyilatkozat, tehát akkor még ezt így ebben a formában nem tudhattátok hivatalosan, hogy már a szerződés aláírás előtt tudott arról, hogy jön Hamilton, viszont nem sokkal tudta ezt meg, és annyira nem repesett az örömtől. Te hogyan értékeled, látod ezt az egész dolgot, hogy a Ferrari-nál azt mondták, hogy egyrészt Sainz nem, viszont 25-től meg jön Hamilton? Hát érthető a döntés szerintem a Ferrari szempontjából, bár ugye Sainz egyébként lendületben volt és jól ment, szóval azért talán azt gondolom, hogy megérdemelte volna az ülést a Ferrari-nál és maradjon, de amikor jön, van egy ilyen lehetőséged, hogy odahoz egy Hamilton kaliberű pilótát, aki igaz, már ugye 39, de akkor is, akkor azt nem hiszem, hogy kiszabad hagyni. És ugye ezt láttuk, hogy már a döntés pillanatában gyakorlatilag anyagilag is kitermelte magát, vagy a bejelentés pillanatában, részvények, vagy a napjaiban stb. Anyagilag is kitermelte ezt a befektetést a Ferrari-tól ez a döntés, úgyhogy végül is az anyagi oldalról, gazdasági oldalról mindenképpen meg lehet védeni a döntést, emberi oldalról talán az érdekesebb az, hogy tényleg így Sainztól meg kellett válnak, akinek látható, olvasható volt az arcán a csalódottság, és szerintem ez az idei évére biztos, hogy rá is fogja nyomni a bélyegét, mert a motivációját az biztos, hogy teljesen elkaszálták ezzel a történetet. Bár ő nyilván úgy nyilatkozott, hogy mindent meg fog tenni. Persze, nyilván úgy nyilatkozott. Jó legyen, azért... illetve hogy jó búcsúzni, egyébként lehet, hogy abban szerintem van igazság, így van, hogy nesztek. Na majd, ha most elverem Sárt ebben az évben, akkor majd meglátjátok, hogy esetleg hibát követtetek el, és ő azt mondta, nagyon karástól soha nem lett jobb semmelyik versenyző. Hát Carlos meg aztán segít. Főleg nem, az nála nem szokott segít. Bejönni, de ugye az ő kapcsán meg az érdekes, hogy hova mehet majd, és ő azt mondta, hogy igazából nem izgul, mert hogy a Ferrari-ból nagyjából bárhol mehet az ember. Szerintem jó lehetőség, neki jó kártyái van. Lehet, hogy aztán jó lehetősége, igen. Hát én szerintem az Audihoz fog majd csavarodni. Azt tűnik reális útnak. Az a leglogikusabb, nem? De nem tudod kizárni azt, hogy akár a Mercedes, akár a Red Bull azt mondja, jó, ez a Verstappen-Sainz páros, az nem volt egy újra összerakod őket? 15-ben. Toro Rosso után? Nem volt egy nagy barátság 15-ben, de ki tudja, nem tudom. Tehát azért mondom, hogy az Audi tűnik nekem is a legvalószínűbb iránynak, főleg így, hogy szabadon. Illetve ugye az jövőre még Steak F1 team, nem tudom micsoda. Bele kell rázódni, vagy akármi is lesz kik, vagy akárminek hívjuk, vagy nem hívjuk semminek. Az egy érdekes kérdés. De egyébként meg erre a kérdésre visszatérve szerintem ezer emberből ezer ezt a megoldást választotta volna. Megint csupaszítsuk le, nem Lewis Hamiltonnak hívják az illetőt, nem is Carlos Sainznak, van egy versenyzőt, akinek van tavalyról egy futamgyőzelme, korábbról még kettő, ha jól emlékszem. Carlosnak? Igen. És ül egy olyan versenyző mellett, aki szórja a pólokat, de leginkább az autó hiányosságai miatt nem nagyon tud mire menni a Ferrari-be, de összességében ez a kettő közti különbség, ha nem is nagy, de egyértelműen Leclerc javára billentél a mérlegen. És akkor egy lehetőséged egy hétszeres világbajnokot leigazolni, akkor még az lehet 2-3 jó évet hozhat, plusz óriási gazdasági előnyöket kínál marketing és egyéb szempontból is, és még az is lehet, hogy amúgy meg tud valami plusz hozzátenni az egész projekthez, amit eddig nem tudtak ők hozzárakni. Ez mindig benne volt a Ferrari életében, hogyha visszanéztek. Tehát a nagypilóták mindig megtaláltak a Ferrari-t, és a Ferrari is mindig keresne a nagypilótákat. Szóval erre nagyon nehéz lenne nemet mondani, csak azért, hogy szegény Carlos ne sérüljön. Hány versenyző került ki úgy, hogy egyébként lehetett volna korrekt szezonja, de hát a korrekt szezon egy átlag versenyzőtől szemben egy világsztárral, egy sokszoros világsztárral szemben az mindig elvérzik. Az nem lehet érv, hogy hát de szegény már olyan régen velünk van. Hát pont azért, mert olyan régen velünk van, és nem tudott olyat mutatni, amivel azt mond, figyelj, itt egy embert el kellett engedni. Itt nem lehetett Leclerc-t elengedni, ez tök egyértelmű. Itt Sainz volt, aki a kisebbik probléma volt. Ez szerintem is egyértelmű, bennem csak az merül fel egyrészt Hamilton életkora, bár oké, Alonsonnál látjuk, hogy még 40 fölött is hogy teljesít, de azért szerintem mindenki Alonso, nem fog tudni teljesíteni. Alonso jó lakmusz próbája szerintem. Amíg Alonso megy, addig Hamilton is oké, mert három éve védve van. Legalábbis ugye ő így gondolkodik, ezt is mondta, hogy Alonso most már nem versenyez, lehet, hogy ő sem megy el most a Ferrarihoz, de hogy nem lesz-e két dudás egy csárdába esett. Hamilton egyébként 2022 után
volt egy picit, amikor ugye Russell eszembe, ugye Russell első évében ugye kikapott. Akkor elbukta 21 Abu Dhabit. Hát és ott nagyon motiválatlan volt. Igen. Utána 22, amikor jött a rossz autó, arra gondol Norbi, amikor úgy igazán megkapta a gyomrosa még az autó, elvesztette 21-et, és az még az autó is. Meg még a csapatása eszembe is maradt. És aki ráadásul akkor került oda a csapathoz. De hogy akkor egy picit billegett bennem a léz, de aztán tavaly visszatért. De hát, hogy 23 azért visszatért, és visszavágott Russellnek, és volt több jó villanás, és a Hungaroringen a pole pozíció, vagy például ami nekem nagyon erősnek tűnt Hamiltontól, az az austini verseny, amikor ugye nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy Max Verstappent megverje, vagy át végül aztán azért annyira nem, de szoros volt. Igen, az év egyik legszorosabb futamát produkálták akkor ők ketten ott, és hogy akkor ott visszatért szerintem Hamilton 7-szeres világbajnokként. A lelkesedése is visszatért, mert minden, és szerintem lehet, hogy azt sarkalta valószínűleg a Ferrit is, a tavalyi éve, Hamiltonnak a tavalyi éve sarkalta, és szerintem mondjuk például az austini verseny, hogy ez jó lesz, ez menni fog. És hogy Gábor is mondta, szerintem most itt a Ferrari 2-3, max. 4 évben gondolkodik egy pilótába, aztán utána úgyis fölér majd valami fiatal. 2+1-et írtak vele alá, amit a Mercedes neki nem adott meg, meg az egyéb bónuszok, nagyköveti státus, stb. És nyilván a Forma 1-nek alapszinten, hogyha most elvonatkoztatunk, ahogy te is mondod, elvonatkoztatunk a konkrét névtől, de hogyha megnézzük azt, hogy van egy 7-szeres világbajnok, akinek lehetősége lenne a Ferrarival megszerezni a 8. világbajnoki címét, megelőzvén Michael Schumachert, ez olyan sztori, ami tényleg ez rendezi. De az már ugye Hamilton szempontjából. Ugye most a csapat szempontjából próbáltuk elemezni ezt, és Hamilton szempontjából ott meg aztán sorba állnak az érvek ez a döntés mellett, hogy ezt érdemes volt megcsinálni. Meg amiről még beszélgettünk a múlt héten együtt, mert volt egy közös interjúnk Danival 3-asban, hogy azért ez magasabbra teszi a lécet a többi csapatnak is pilóta felállás szempontjából, amit lesz egy szupergrup, tehát lesz egy olyan extrém csapat, Leclerc, Hamilton, ha autós kártyában mérnék, nem tudom, miben, akkor ez érje a maximális pontszámot. Egy körön, ez 10/10, ez nem? Ez érje a maximális pontszámot, hogy erre mondtam, hogy akkor maximum egy Verstappen Alonsóra hoznám ki a hasonló a magas pontszámot, de hogy semmelyik másikat nem tudod, ettől még lehetnek jó párosok, és mondjuk a Norris Piastrit nagyon magasra értékelem, és a többiek sincsenek messze, de az biztos, hogy a Leclerc Hamilton az egy extrém összeállítás, az egy Senna-Prost bármilyen szempontból nézed. És itt a jó kérdés, amit felvetettél, hogy lesz a házon belül tűz. Tehát kizártnak tartom, hogy lenne, főleg, hogyha a Ferrari jó lesz, és győzelmekért tudnának menni. Már pedig nyilván ezt ígérték azért többek között Hamiltonnak, tehát én tartom azt, nyilván sosem tudjuk meg, nyilván jó pofa dolog idézőben, hogy a Ferrari-be befejezed, de hogy nem mennél el, hogyha nem mondanák azt neked, hogy amúgy ez az autó jó lesz. És nyilván jelenleg nem tudhatjuk, hogy tényleg jó lesz-e, de biztos ott van, és biztos, hogy azok után leigazolták Hamilton, még több extra szemszegeződik majd az egyébként is sokak által várt autóra. Erre kíváncsiak, mit gondoltuk. Ugye a közszabály szerint, ahogy öregszel, úgy kopik az egykörös tempót, de úgy lesz egyre jobb versenyző és egyre rafináltabb versenykörülmények között. És egyébként ez mindenki látszik, szerintem Hamiltonon is látszik, akár Russell-val összevetésben, mert hogyha az egymáshoz visszajutott egykörös tempójukat vizsgáljuk, az tök egál volt tavaly, ugye 6000% volt köztük csak a tempó tekintetében, 11-11 időmérő, de a versenyeken mégis Hamilton volt azért szerencsésebb is volt, de összességében azért érződött rajta, hogy azért összekaptam magát 22 után. És hogyha ezt nézzük, akkor Leclerc-rel szemben valószínűleg nagyon nehéz dolga lesz, vagy megoldhatatlan dolga lesz időmérőkön. Igen, ám, de a versenyen azért Hamilton még mindig nagyon erős, látjuk, itt hoztátok a példákat, és ha van egy jó autó, ami jól bánik a gumikkal, azért abban sokat ki tud hozni, és sokat lehet előrejönni, tehát hogyha nem kvalifikál annyira messze Leclerc-től, akkor az nem lefutott meccs egyetlen kettőjük között. Kérdés, hogy ez hol zajlik, az első, második helyen, vagy a harmadik, hatodik helyen? Meg hát talán majd tisztában látjuk azt is, hogy mennyire számít a gumikezelésben egyébként a vezetési stílus, és hogy Leclerc nem azért van ez a helyzet, amit láttunk itt a Ferrari-nál, mert hogy egyszerűen túlerőlteti. Ami egy körön még mondjuk oké, elbírja a gumi, és akkor tud vele egy jó időmérőkört menni, de aztán versenyen is ugyanúgy, hogy próbálja tartani a tempót Verstappennel, vagy valami, azt meg már nem bírja a kocsi, és akkor esetleg, hogy ez Hamiltonnál más tendenciát fogja mutatni, mint mondjuk Leclerc kezében ugyanaz az autó. Ezt akkor érdekes lesz majd látni szerintem. Érdekes kérdés, és ugye Vasseur híres arról, amikor kérdezték kinevezését követően, hogy a csapat sorrend létezik, nem létezik, stb. Főleg ugye tavaly fejfej mellett volt egy csomószor Sainz és Leclerc, és azt mondta Vasseur, hogy az első szabály az van előrébb, aki az összetett pontszámot illetően több ponttal rendelkezik, második szabály, aki az adott futamon jobb helyzetben van. És azért szerintem ez is érdekes lehet majd, hogy mert ebbe azért majd itt ebbe bele tudsz magyarázni, igen. Főleg azért második felében. És hogyha esetleg úgy alakul, és én kívánom, hogy a Ferrari futamgyőzelmekért menjen, mert nagyon kellene már a formájának egy jó Ferrari, akkor azért szerintem Leclercből is, meg Hamiltonból is szépen ki tud majd törni az a fajta
a vereséget nagyon rosszul bíró igazi győztes. Tehát ez nyilván minden normális tulajdonság ilyen szempontból. Mi ketten is ilyenek voltunk mindig. Ha végjük hátrébb végzett, ez utána... Hát, túl. Hadd meséljem ezt a történetet, tehát nem sokkal idekerülésemet követően, hanem is tudom, oda nézek. Ami pirot. Szóval volt egy szilveszteri, most nem tudom, évvégi vagy évelei gokárt verseny volt Óbudán. Mindig volt. Teljesen mindegy a hely neve. Ti voltatok ott, nyilván még akkor a korábbi kollégák is. Az egész stáb gokártozott. De ugye ott volt Mielis Norbi, talán még KPT is ott volt. Kispál Tomi is volt. Ja, Kispál Tomi, az olyan szültünk össze, nem? Igen, és az a lényeg, hogy nem hiszitek el, ezek olyan szinten őrre mentek, hogy mi, akik nem vagyunk profik, tehát mi így hátrahúzottunk, kettőt hátrahúzottunk, hogy nekünk ez nem kell, mert hogy a kis Norbi valami pályarekordot autózott gokárba, tehát nyilván már fölkerült a neved ott, emlékszem rá, hogy a, nem tudom, a hónap vagy a fél év legjobb autó idejét az temetted. Az ő nehéz általában. Akkor még azért. Nagyon durva volt. Jó pár évvel ezelőtt volt, nehéz. Akkor még azért. És várj, és ami a legjobb volt, hogy nem lehetett hozzátok szólni. Véremet már kezdi. De hogy, tehát ugye úgy indult, hogy persze, kis évelei izé meeting, meg hogy csapat összehozó, stb. Menjünk egy kört. Oké, mentek egy kört, nézegették, ment a szurka. Egy tizeddel jó vagyok, egy századdal. Na most akkor dur. És nem lehetett hozzájuk szólni. Tehát olyan idegbetegek lettetek már, bocsánat, hát ott, mert hogy győzni kellett. Ilyet, tehát a mi helyzet ugye ez volt. Mikor láttad, amikor leköröztünk, akkor láttad ezeket a színeket. Nem, mi ott nem voltunk. Tehát, hogy voltak a profik és a kevésbé mindig profik. Így van, és ugye, aki jár bérgokárt, az ezt tudja, hogy minél többet mész egy bérgokárt, a nagyban melegszerek a gumit, a nagyban tisztul a pálya, és a végét, tehát már ugráltunk, még egy kört még megy, na most már nem megyek többet, mentek, tizeddel jobbat, menjünk vissza. De Norbi, te nyertél, arra emlékszem, ezután is gratulálok, egy 8-9 év elteltél. Nem, rossz a memória. Én erre nem emlékszem. Én neki hiszek. Megkérdezzük mondom, a KPT-t. És mondom, olyan időt ment, hogy ott néztek, hogy persze tudták, hogy ki vagy, de hogy hát passzus, ez a nem tudom, elmúlt fél év legjobb ide, és közben a harmadik köröd volt, vagy nem tudom. Valami hasonló. Ennyi, majd adás után megbeszéljük. Jó, gyanúsan összhangban. Haladjunk is tovább. Jöjjön a következő csapat, amely nem más, mint a McLaren. Kaptam egy ilyen képet Gábortól. Én ne azt rak be, mert arra majd beszélgem. Sejtettem, hogy akkor... Még a szörnyű stúdióképekkel operál. Nézzük ezt. Igen, mert a McLaren sem nagyon durvult e tekintetben, hogy ez a MCL38 egészen konkrétan pontosan. Ez a kép, ez szándékosan annyira rossz felbontású. Hát, nem raktak ebből a képből jobb felbontásút föl, hogy nehogy látszódjanak a részletek. És ugye, amit igazából az autó, ez simán csak az evolúciója tavainak, alig változott valami, ha ránézre, és egyszer már fényezésben mutatták. Minimális változások, és igazából, amit majd a szemből képen akarok bemutatni, hogy nem véletlen, tehát itt egy csomó dolog el van blőrözve. Tehát itt látjátok, szabad szemmel is látni, hogy a padullemez, meg szerintem, aki foglalkozott vele, az már ezen már részleteiben végigment, hogy hát itt végig bele van nyúlva, látszik, hogy ez bele van renderelve. Ott az árnyék egyenes, itt ilyen fogazott dolgok vannak, a másik oldalon fordítva, és ez a rész is csúnyán el van rejtve, amiben a nagy érdekesség van, amelyik képet előbb belógattad már, amit mindjárt megnézzük. Ja, tegyük be még az oldalképet, vagy a szemböképet, nem tudom, melyiket küldtem el neked, Máté, csak azért lássuk, hogy ez az autó. Ja, küldtél többet is, kapsz szemből. Ránézésre ez változott a legkevesebbet tavalyhoz képest. Ugye, amit itt bekarikáztam és megmutattam, picit talán kisebbet a felső légbelül, de ezzel nem nyernek háborút. De ami igazán nagy változás, és a korábbiakhoz képest, amiket az előbb is mutattam, meg a múlt héten bemutattunk, meg bemutattak, az, hogy ha megnézitek, akkor itt nem ez a nagyon keskeny és szélesre húzott, magasra húzott légbeemelő van, hanem, mintha visszatértek volna a régi iskolához, azért nem teljesen, nagyon-nagyon magasra, vagy hát mélyre nyúlik ez a légbeemelő, viszont elképesztően keskeny. Tehát míg a többieknek majdnem kér a széléig, nagyon behozták, és ezt az egészet gyakorlatilag légterelőként használják az oldalszekrénynek a felét. Tehát keskeny lett, de magas, majdnem, hogy egy kocka alakot látunk. Ha megnézitek mondjuk a felső légbeemelőt, éppen hogy csak valamivel nagyobb annál a résznél ez a két oldalsú légbelömű, és ami igazán érdekes, hogy a McLaren kezdte el leginkább a Red Bull-al együtt ezt a alulról, az előre nyújtott alsó ajkat, amit a legtöbben átvettek idén, hogy fölül hátatolták a felső élét ennek az egész oldalszekrénynek, és alulról előre jön. Ugye ez volt a nagy, igazi nagy módosítás tavaly évközben Ausztriára. És akkor ehhez képest nézzük meg azt a kis képecskét, amit még a másik stúdióképet mutassuk meg oldalról. Ez az utolsó stúdiókép róluk. Alatt, hogy jelölgettem, csak hogy látszódjon, ez is egy rossz felbontású kép. Ha megnézitek oldalról, akkor tényleg szinte a tavalyi autót látjuk, megint csak, hogy mi van a gúnya alatt, hogy mit hogy oldottak meg, ezt nehéz megmondani. Ők elmondták, hogy három területen akartak előrelépni, ugye aerohatékonyságban nagyon rossz volt a végsebességük, a lassú tempós kanyarokban évek óta szenvednek. Ugye a nagy tempójú kanyarokban különösen a
fejlesztési csomag után szinte a Red Bull egy szinten voltak, vagy voltak részek, amikor gyorsabbak is voltak a Red Bullnál gyors kanyarokban. A lassú kanyarokban pont amiatt, hogy igazából a középgyors, gyors kanyarokra optimálják az autót hasmagasság szempontjából is, nem tudják azt a hasmagasság tartományt jól belőni, amivel a kedvező tapadási viszonyokat össze lehet rakni lassú tempónál, a menekülés tapadásnak kedvező mondjuk rugóhoz tartományt. És akkor ezen szeretnének javítani, meg nyilván a gumikezelésen, ami mindenki minden évben próbál javítani. De ami érdekes, ugye eddig ez a hátrafele döntött, ugye nagyon előre nyúló első, vagy alsóajak, és teljesen hátratott, például az Astonnál megmutattam ott vakben egy, mint tudom, 30-40 centi legalább. Most ehhez képest, ami itt nem jól látszik, de azért jelöltem, hogy valamennyire látszódjon, itt van valahol az alsó éle az oldalszekrénynek, és itt a felső éle, hát a képre nagyon nehéz megmondani, hogy az oldalszekrénynek, vagy minek, és ezért hoztam majd azt a képet, ami már a teszten készült, de az látszik, hogy ha megnézitek a szöget, akkor a főső része ellentétben az eddigi trendekkel mégiscsak sokkal előrébb van, mint amit a mezőny nagy része eddig csinált, és a McLaren volt az első autó, akinél azt láttuk, hogy, és akkor most mutasd meg Máté a teszten készült képet. Mert ugye ők is teszteltek a Mercedes-szel párhuzamosan Silverstone-ba egy másik ívén a pályának, egymást elkerülve. Itt már gyönyörűen látszik, ami az oldalképeken, meg a nagyon kis felbontású képeken nem jött ki, hogy gyakorlatilag raktak ide egy szárnyelemet, mint ahogy a Mercedes tavaly az oldalszekrény elé. Ugye a Mercedes kényszerből részben, ugye a 22-es koncepciónak meg maradványa volt, és miután az oldalütköző rudat abban rakták, azt nem nagyon tudták elmozdítani. Idénre ezt elvetették. Erre jön a McLaren, és berakja ide az oldalütköző rudat, amit szépen beborít egy szárnyelemmel, sőt olyannyira egy irányba rakja, hogy egy az egybe fölé rakják a tükörtartó elemet, és a tükörnek a szára, ez meg rajta is van ezen a kis szárnyon. És tulajdonképpen, amit mögötte láttok, az az oldalszekrénynek az alsó belépőjele, ugye mögötte viszintesen ott lenne az a másik is, de miután fölé jön ez az elem, tulajdonképpen egy fölülről megvágott, vagy egy fölülről takart oldalszekrényt kapunk, aminek van egy beömlője, ami viszont szélességét tekintve a legkeskenyebb az egész mezőnyben, viszont mélyebbre nyúlik, viszont fölülről betakarják, amit senki nem csinált az idei autók közül eddig. És akkor ennek fényében érdekes, hogy a Red Bullról milyen lesifutók láttak napvilágot, de majd arra kitérünk. Még ne szaladjunk annyira. Amikor Red Bullhoz térünk, szóval az az érdekes, hogy most a McLaren elkezdte a feje tetejére fordítani az eddigi trendet úgy, hogy eddig ő volt az egyik trendvezető, vagy az egyik első számú trenddiktátor, és most hirtelen az ellenkezőjét csinálják, azt, amit a Mercedes éppen most vetette el. És ez egy tök érdekes kérdés, hogy mi az, amit megnéztek a Mercedes koncepcióján az elmúlt két évben, és azt mondták, hogy nem gondolkodtak hülyén, de majd mi jobban megcsináljuk. És idénre úgy tűnik, hogy két csapat is azt mondta, hogy nézzük csak meg ezt, mert hogy lehet, hogy ebben van még valami plusz. Hozzátéve egyébként azt nyilatkozta Andrea Stella, hogy ezek a képek, amiket az előbb láttunk, ezek olyanok, hogy így mindenki nézze meg, és aztán dobja ki a kukába. Tehát ők voltak a legőszintébbek ebből a szempontból, mert szó szerint azt nyilatkozta, hogy már a bahreini autó sem lesz ugyanaz, igen, mint a most bemutatott verzió, viszont aztán majd a bahreini futamon lévő autóhoz képest is sokat fognak változtatni a teszteket követően. Tehát, hogy ezek a képek, ezek egy ilyen nesztek. Hát nézzétek valamit, meg, ugye azt mondta. Lehet, hogy le kellett adni a rengeteg képeket. Rengeteg innovációnk van, de egy csomót ebből nem mutatunk meg. Igen, igen. Tehát ezért is volt ez elrejtve. A kérdés az, hogy kész van-e már minden innováció. Tehát, hogy azért nem mutatták azt meg. Azt részben kész van, részben nincs kész, mert fejlesztés alatt van, de szerintem annyira nem akarták, hogy... Tehát, hogy de lehet, hogy van valami óriási ötletük, ami senki másnak esetleg. Még néhány hetet, napot várni, hogy a lehető legkésőbb tudják őket másolni. Szokás szerint a McLaren egyébként amúgy is előszeretettel játszik ezzel már nagyon régóta, hogy mindenkit megpróbál átvenni a bemutatós képeken. Gondoljátok benne, januárban jött egy festésbemutató, ami össze-vissza renderelt autók voltak, a tavaly előtti, a nem létező szélcsatorna autó átszínezve, 3D-ben mozgatva mindenhogy. Most bemutatták az idei autót, amin fönn van az új festés, de nem teljesen az idei autó, de valószínűleg az alapja mégiscsak az idei autó, de egy csomó lényeges dolog mégsem látszik. Mindegy, Bahreinben meglátjuk jövő héten a tesztnapokon. Ugye az is érdekes, azt is mondta még Andrea Stella, hogy szeretnék elkerülni azt, ami az előző szezonban és az azt megelőző szezonban is összejött, nevezetesen borzasztó gyenge idén kezdett, kapaszkodnak a többiek után, és aztán egy olyan szintű feltámadás, aminek csak a fele teljesítmény meg lett volna már a szezon elején. Nem mondom, hogy partiban lettek volna Verstappennel, de sokkal közelebb lett volna egymáshoz a két csapat, hogy vajon, és ezt tudom, hogy kicsit költői kérdés, de hogy ha van egy csapat, ami egy szezon, tehát pontosabban két egymás követő szezonban is eljátsza azt, hogy a felénél az idénynek megtáltosodik, beletalál, akkor mi kell ahhoz, hogy a szezon elejétől fogva már olyan legyen az autó, hogy ne legyél távol az élbolytól? Ez minek a függvénye? Pénz, tervezés, szakember? Mi kell? Jó koncepció, ötlet?
Hát meg szerintem az előző évek evolúciója, meg az előző évek tapasztalata, és azt jól értelmezve, jól lefordítva a valóság nyelvére, az egy működő valami legyen. Mert gondolom, a tavaly meg tavaly előtt a szezon elején az akkor rendelkezésre álló információk, meg az akkor rendelkezésre, vagy az akkori értelmezésük szerint jó dolgokat csináltak. Ami aztán kiderült az első egy pár verseny hétvégén, hogy nagyon nem jó. És akkor ugye arra el kell kezdeni valamit reagálni, és akkor gondolom próbálják összehasonlítani az adatokat, amik esetleg a szimulációk során születtek, meg aztán utána az adatok, amiket mértek a valóságban a versenypályán, és akkor azokat kell majd megpróbálni valahogy összehozni. És azért ebben ugye az első nagy ugrás ugye a McLarennél az ugye tavaly ugye év közepén érkezett meg, és valószínűleg ott találták meg azt a kulcsot ahhoz, hogy a valóságban mért adatok és a szimulációban mért adatok valahogy elkezdtek összeállni, és akkor tudsz elkezdeni igazán dolgozni. És hogyha ezt a párhuzamot egyébként meg tudják tartani, akkor meg lehet jó dolgokat kitalálni, és akkor lehet innoválni papíron, vagy a tervezőasztalon, amiket aztán lehet, hogy érdemes tényleg elrejteni a nagy közönség előtt, és eltitkolni minél tovább, hogy versenyelőnyhöz jusson vele a csapat. Aztán, hogy ez majd tényleg így van, az meg majd tényleg kiderül Bahrainben. Tavaly annyiban volt más a helyzet, itt Norbi a csatolva, hogy már tavaly az év elején mondták, hogy rossz irányba vagyunk. Tehát már tesztek, ezt tudjuk, hogy nem az igazi, de már készül a módosítás. Tehát ők már a szezon kezdet előtt tudták, hogy ez félrement. Állítólag a tavaly előtt nyáron hozott nagyobb módosított csomag, amit ott a delfinezés miatt változtatott az FIA, akkor már ugye javában csinálták a 23-as autókat, és az nagyon visszavágt őket. Tehát arról beszéltek, hogy az a módosítás, az teljesen elvitte zsákutcába azt a fejlesztési irányt, és ebből nem tudtak kijönni. De ami viszont jó hír, hogy utána viszont időben reagáltak, kellett neki azért egy kifutási idő, de Barcelonával elindult valami előre, és Ausztriával nagyot-nagyot léptek, Ausztria, Silverstone, és aztán utána gyakorlatilag a második legerősebb autó volt, ha a szezon második felét nézzük. És megtaláltak egy olyan fejlesztési irányt, ami nagyon-nagyon jó volt, hasonlított a Red Bullhoz, de nem feltétlenül csak abból táplálkozott, és a saját eszközeikkel jó irányba mentek, és minden egyes fejlesztési csomag, ezt tavaly is sokszor hangsúlyoztam, működött. Akárhányszor hozzányúltak az autóhoz az év közepétől, mindig léptek előre, mindig gyorsult az autó, és soha nem volt csodálkozás, mint a Mercedesnél, hogy abban sok leszünk, nem vagyunk jó. Hát ez nem a mi hétvégénk lesz, hogy vagyunk pólba. Az csak altatás volt. De hogy ami jó hír a Mercedes, a McLarennek, majd a Mercedes meglátjuk, hogy jó hír lesz nekik, hogy a McLarennek ami jó hír, hogy mindig működött minden, és erre könnyebb, sokkal könnyebb építeni, sőt, erre magabiztosan építesz. Tehát sokkal inkább tudod, hogy fáján 4-ből 4 bejött, 5-ből 5. Hát fiúk, akkor viszont ezt meg ezt dobjuk, az meg az még kell, azt még rárakjuk, és akkor még 5/10-del 8-szor akármilyen gyorsabb a kezdeni, és valószínűleg ez megoldódik, és nagy részt működni fog, vagy majdnem minden. És ezért gondolom azt, hogy a McLaren lesz idén az első számú kihívója a Red Bullnak, mert hogy azért a Red Bullt kell majd idén is megverni, meg Verstappent. Bármennyire nem látszik ezen az autó most sem, és ezért is mondtam a Ferrarinál is azt, hogy képekről megmondani piszok nehéz, lehet osztályozni, de aztán majd a stopper óra dönt. Ebből nem sok látszik, nem is akartak mindent megmutatni, de amit korábban láttunk, és ahogy egyébként ez a csapat dolgozott az elmúlt fél-háromnegyed évben, az alapján ez egy nagyon-nagyon erős autó lesz valószínűleg. És ugye bomba erős a páros is, azt se felejtjük el, mert azt is mondták a McLarenesek, hogy mondjuk a tavalyi év azért volt azért különbség az azt megelőző idényhez képest, a fejlesztései csomaggal akarom összekötni, meg hogy hogyan följavultak, hogy ugye ott Norris hozta a magáét, viszont Ricardo meg nem. Tehát hiába fejlesztették Ricardo autóját, egy-egy futamon talán volt egy-egy hétvég, ami feküdt neki, de tavaly meg azt láttuk, Norris megkapta a fejlesztéseket, bum, Piastri megkapta a fejlesztéseket, ő is bum, ami elképesztő volt az egész idényt végignézve. Ugye mind a kettő most már egy hosszú távú szerződéssel rendelkezik, sokak szerint Norris így lemaradt 6 esetlegesen a Mercedes ülésről, pedig hogyha nem hosszabbít szerződést, lehetett volna egy olyan pilóta, aki oda megy. Kérdés, akar-e oda menni, hogyha egyébként a McLaren jobban teljesít, mint a Mercedes. Szóval ez is egy érdekes lesz. Illetve még egy utolsó gondolatmenet ezzel kapcsolatban, ugye beszélünk sokat arról, hogy kohézió csapaton belül erős sorrend. Itt van egy Lando Norrisod, gyakorlatilag csak a futam győzelem jelzik neki a Forma 1-ben, minden más már összejött. De van egy Oscar Piastrid, aki ugye most már nem újonc, és ezt ő ki is kérte magának, hogy végre egy olyan szezon, ahol egy bizonyos sorozatban nem újoncként vág neki, hanem lesz már egy év tapasztalata, hogy fölborulhat-e az erős sorrend esetleg, amit előzetesen gondolnánk, hogy Norris Piastri, akkor, ha mondjuk Piastri is ugyanúgy beletalál, és ott folytatja, ahol tavaly. Okozhat-e ez problémát? Az biztos, hogy ők ketten is nagyon erős pilóta páros. Talán a tavaly évben a legerősebb pilóta páros volt. A fiatalok közül, tehát a 20 éves pilóta párosok közül extrém jó páros. És hogy tényleg Piastri megérkezett, és rögtön bizonyított. Tehát, hogy
egy-két botlástól eltekintve, meg egy-két gumikezelésbeli problémában, gumikezeléssel maradt le talán Norristól egy picit azokon a versenyeken, ahol... De hát újoncként. De hát igen, újoncként. Úgyhogy ebben egyébként, ha fejlődik, előrelép, akkor szerintem ők is ott lesznek fejfej mellett, és biztos vagyok benne, hogy Késhegyre menő csatát fog vívni ez a két fiatal. Lesz tűz? És hát az a kérdés, hogy lesz a tűz. Szerintem lesz tűz. Lesz. Előbb-utóbb biztos. Előbb-utóbb biztos, de azért Norris versenyteljesítmény annyira kimagasló volt tavaly, ahol Piastri ugye a gumikezelésen vérzett el, de hát ez egyértelmű, minden újonsznak ezeket a gumikat meg kell tanulni. Ezek Piastri is Katarba azért megjött azért. Ott... Meg, hát nyilván ott egy sprint futam volt, de ott jó pozícióban az volt, ugye hibázott az időmérőn Norris, és akkor szépen ki is használta Piastri, de azért futamot nem nyert, és Norrisnak meg voltak extrém futam, én emlékezzetek csak például Mexikóra, az embertelen. Tehát voltak olyan futam, hogy hátulról ilyen motorelemcserék, meg minden probléma után, amit nem is hittél el, hogy előzít ennyit, meg hogy jön át. Tehát a Norrisban azért nagyon komoly versenykészség van, és ezért vagyok én is kíváncsi rá, hogy Piastri mennyire tudja vele felvenni a versenyt, mert egy körön nem voltak messze egymástól, ott is azért Norris vitte a Primendot, biztos, hogy közeledik majd a kettő között, hogy záródik az olló, zárul az olló, de az a versenyteljesítmény az egy másik téma, és lehet, hogy Piastri közeledik, de lehet, hogy két év nem lesz ahhoz elég a második év, hogy azért Norris szintjét elérje, meglátjuk. Időkérdése, mert hogy a kezdés az biztos, hogy nagyon-nagyon erős volt Piastritól, és hogyha feltételezünk egy felfelé ívelő tendenciát, akkor ez... És még arra a kérdésre, még azt kiegészítve, erről sokat beszéltünk az évzáró műsorban, szerintem ebben egyetértettünk, hogy Norrisnak nincs értelme eligazolni. Tehát sokkal jobb egy saját csapat, ahol te vagy a... Most sem, hogy üres a pozíció, Russell mellett? Nem, mert lehet, hogy ez a jobb autó, lehet, hogy ez a jobb tét a következő évekre. Mert ugyanazt a motort használod, mint a Mercedes, és ha a Mercedes ennyire csetlik-botlik a továbbiakban is, nem tudhatjuk, mint az első két évben, és ez a csapat meg betalál, akkor végül is van egy ugyanolyan motorod, és van egy jobban működő autód, akkor miért menni a Mercedes-re? Ja. Kívülről nézve egyáltalán nincs értelme semmi. Hát itt szerintem csak az a kérdés, hogy van-e valami olyan belső dolog ott, amit mi ugye kívülről nem látunk, esetleg valami személyes probléma, vagy személyes ellentét, vagy szerződésbeli probléma, vagy valami, ami miatt végül Norris úgy dönthet, hogy inkább megpróbálja a történetből kifordulni, de ez nem látszik, ugye? Tehát, hogy az látszik, hogy ez jó. Na hát, ha már beszéltünk a Mercedesről, akkor térjünk is rájuk. W15-re. Nézzük, a Mercedes valós, nem? Szerintem nem ezt akartam még a Gábor megmutatni. Nézzük először ezt, ugye ők is Silverstone-i autóbemutatóval mutatták meg ezt a, hát teljes újrakezdés. Ők így fogalmaztak. Ez volt a hivatalos sajtóközleményben, és ez szerepelt a Mercedes részéről. Tavaly elindultak ugye a koncepcióváltás útján, és ez pedig a teljes újrakezdés. Hozzátéve, hogy kicsit furcsa volt most ott nézni Lewis Hamilton tudván, hogy ez a 12. és egyben utolsó szezonja a Mercedesnél. Bár azért itt hadd fogalmazzak meg, hadd idézzem a Box utca Facebook oldalra egy kommentet. Ugye kiment a cikk, hogy ott állnak sorban egymás, mert Toto Wolff, Russell, Lewis Hamilton, és akkor Szávana Zsolték írták a címet, hogy Hamiltonnak az utolsó szezonja a Mercedesnél. Komment. Ki mondta, hogy Hamiltonnak az utolsó? Vagy esetleg tartalmazza a Ferrari szerződése, hogy utána már nem mehet vissza a Mercedeshez? Tehát, hogy azért így nem tudom, 45 évesen még. Jó. Jogos felvetés, nem egyébként? Úgy rögtem. Nem mondta, hogy soha pár megszörténhet. Úgy rögtem, mikor olvastam, úgyhogy elézést, vagy remélem szabad volt idéznem, de hát mivel névvel és arccal választottam én. Lehet, hogy a 2032-es bajnokságban a Mercedes mint egy senior csapatot Alonsónak és Hamiltonnak. Az nagy sztori lenne. Egyébként hozzáteszem, ugye csak azért, mert hogy nekem is volt egy picit pár évig közöm a Mercedes, és mi is próbálkoztunk azzal, hogy gyári csapattá váljunk, meg ez, meg az, meg ahhoz, és sokat beszélgettünk ott emberekkel, akik a Mercedesben dolgoztak, meg minden, és ott elmondták nekünk többször is, hogy a Mercedesnek a hűség az végtelenül fontos, és aki egyszer kifordult, az a Mercedes, ez nagyon nehezen tud visszamenni, úgyhogy egyébként szerintem ezekre a belső információkra néztem a szponzor feliratot. Hagyatkozott. Már nincs ott. Hogy ezekre a belső információkra, vagy ezekre a régi sztorikra, régi, hát, vagy pletykákra, nevezzük pletykának inkább, vagy sztorinak őket. Ezekre hivatkozva én egyébként azt gondolom, hogy ez nem lesz lehetséges Hamiltonnak már. Semmilyen szempontból én sem. Autóra térjünk át. Nézzük az autót, mert hogy... Ez egy innovatív, különleges, egyedi autó egyértelműen. Így van, miért? Ez jelentse bármit is. De miért? De ránézésre. Mert hogy nem teljesen úgy valósítja meg azt a koncepció irányzatot, amit egyébként a legtöbb csapat követ, ahogy a többiek megvalósítják, hanem picit mindenhol tesz bele egy csavart. Nagyon más az első szárny, más az orrkúp kiképzés, keskenyebb, ugye szépen mélyen kanál alakú bemérkőzéssel második elemen vagyunk, de már ezek az elemek is totál máshogy csatlakoznak és másfele forognak, mint a legtöbb autónál, ráadásul
itt lesz majd az átverés, amire már Máté rávágott egy képet, úgyhogy ebben nem is foglalkoznék sokat, de például egy részletet érdemes megnézni, aztán majd menjünk hátrébb, hogy a legtöbben, különösen például a Ferrari, nagyon-nagyon magasra felhúzza az orrkup alatti részt, tehát nagyon sok levegőt viszel alul, és ezt nagyon keskenyre, nagyon kimélyetetre csinálja. Ehhez képest a Mercedes gyakorlatilag, mint egy ilyen beluga orr, vagy nem tudom, mi lett ebből, jó vaskosra meghizlat egy ilyen nagy tokát ide berakott alulra az orrkúp alá, hogy lehető legjobban összeszűkítse, vagy egész jól összeszűkítse ott a teret. Nyilván ennek is megvan az áramlástani oka, totál más irány, mint amit a mezőny nagy része használ. Ugye itt is Russell lábainak, oda lelógnak előre, és akkor kell. Én a 45-ös lába előre. Ugye ugyanúgy magasan az első lengők, főső első lengők arra, ugyanez a hátsó megvágás megvan, az antidájfutóművel minden egyébben. Ami még nagyon érdekes, háromszög alakú, de ilyen egészen visszavágott háromszög alakú oldalsz szekrények. Az eleje előrébb van, majd erről mindjárt beszélek, aztán két szempontból is. Elhagyták azt a tavaly nagyon magasra húzott kályhacsövet, ami gyakorlatilag úgy nézett ki, mint a Nanga Parbat, vagy a Mount Everest alaptáborból nézve ide fölfele, hanem sokkal lejjebb vezetik. Ugyanott van az a kályhacső, sokkal kisebb, és egy jó, hát nem tudom, egy 20 centivel biztos lejjebb van. Gyakorlatilag bementek abba az átlag zónába, és egy picit meg is lapították, úgyhogy ez megszűnt, vagy legalábbis megváltozott jelentősen. Picit azért megcsinálták ők is a saját maguk csúszdáját, hanem is olyan mélyen, mint mondjuk az Astonnál, vagy az Alpinnál, azért megvan a csúszdás rész. És ami szintén érdekes, nagyon alávágtak ők is, látványosan alávágtak az oldalszekrénynek, és az alávágással együtt, és akkor most nézzük meg az oldalképet, Máté. Az előzőt, amit... Még a stúdióképeket. Stúdióképekről menjünk. Stúdiókép, oldalkép. Hogy sokkal alacsonyabb az oldalszekrénye, és jóval hosszabban tart. A legtöbb csapatnak magasabbról indul, hogyha az élét megnézitek, a külső élét, és utána van egy lefele ívelés különböző méretekben, vagy különböző arányokban. De a lényeg az, hogy ennél magasabban húzódik, és aztán sokkal hamarabb véget ér, valahol itt lecsapódik a padlólemezhez, vagy legalábbis a diffuzor kicklinehez, fölfele emelkedő vonalához. Ehhez képest a Mercedes alacsonyabban tartja jóval, és nagyon alacsonyan, lankásan megy lefele-lefele, és a legtovább nekik ér be ez az elem. Megint csak áramlási képek nem látjuk, ők itt tartják jónak, ez jó az autójukhoz, de ez nagy eltér, tehát senkinek nincs ilyen a bemutatott autók közül, vagy ezek az arányok nem így működnek, és ha innen nézzük, akkor ez eléggé lemegy, és azért itt megvan megint csak ez a nagy magas, ez a nagy függőleges szabad tér, ami tavaly, csak ugye tavaly jóval följebb végződött, és hát itt, amit mutattam, amit meg akartam mutatni, egyrészt a lengőkarszög, látszik, ott bejelöltem ezzel a kicsit ilyen lilás, paddizsán lilás nyillal, ugye felső lengőkar, ott a nyomorúd, és itt a hátulsó felső lengőkar, és nézzétek meg ezt a szöget, hogy mennyire hátrafele lehet, hogy ide szinten a levegőt próbálja lefele terelni, amellett, hogy megvan az antidájok bolintás gátló hatás. És akkor itt pedig ez nagyon érdekes kialakítás, amit bekarikáztam fehérrel, itt az alávágás sárgával, hogy néz ki az oldalszekrény. Ugye ez háromszög alakulnak néz ki szemből, egy ilyen kicsit benyomott háromszög alakulnak, amiben az elefánt beletérdelt, de a teteje az viszonylag hátra van vágva, ráadásul sréjen szögben, nem is merőlegesen a monokokra, és onnan előre türemkedik az alsó éle, az gyakorlatilag mint egy ilyen, tudom, macska nyelv, az picit oda kilóg, amit a dobozból út kicsuktak. És hogyha megnézzük aztán, akkor nézzük még egy képet erről, Máté. Stúdiósat még? Még stúdiósat. Egy stúdiós fog van. Látszani, még egy stúdiósban, igen, ezt akartam megmutatni. Mert erre rajzoltam, ugye itt be is jelölgettem, hogy gyönyörűen látszik, hogy nagyon széles egyébként, amellett, hogy itt van ez a háromszög alak, ami itt azért egy picit ívelt befele, és látszik itt ugye, hogy itt az alsó belépőjel az jóval előrébb van, tehát ugye a piros nyílat, amit meghúztam, az ugye azért átlóban megy fölfelé, de azért látszik, hogy ez jelentősen előrébb türemkedik ez a rész, mint a felső éle, és amellett persze nekik is nagyon széles, szándékosan nagyon szélesre húzták az oldalszekrényeket, hogy itt látszik is egyébként, hogy ez a vonal, ami a kerék szárnyról, ami a turbulenciákat simítja, és a kerékre jövő turbulenciák, az pont annak a vonalában, hogy ne húzza befele magával, itt ez egyébként nagyon gyorsan áramló és szívóhatás keltő zóna, hanem hogy kiüssék oda kifele a hátsó kerekek külső iránya felé. Na a lényeg, hogy ugye itt látszik ez az eltérés, gyönyörűen látszik a formája is, és akkor most nézzük meg a képet, amit... A legelsőt? A legelsőt, és aztán majd hozunk egy rajzot is. Ez a valós? Igen, az a valós kép, és akkor ebből majd egy rajzra is átváltunk. Várjál, és a rajzos az melyik? Na, az majd meglátod, még ezt rakki nagyba. Ezt rajzom ki, rakja. Ezt még rakki nagyba. Így. Na, mert hogy ez a kép, ez már egy valódi kép, ez az autó pályára gürdül, illetve ez a stúdióba készült, aztán majd a pályára gürdülési részt is megmutatjuk rajzban. Ugye, ami itt látszik, hogy itt ez az elem, és ez nem látszik tisztán, ezért lesz majd rajz. Ez a felső elem, hát ez bizony nincs a helyén. Itt egy hatalmas luktátunk, és egy nagyon vékony ilyen, hát úgy néz ki, mint egy húzal, de az bizony egy karbon elem, egy ilyen karbon hurkapálca.
gyakorlatilag levágták a felső, legfelső szárnyelemnek a hát egyharmadát, kicsit több, mint egyharmadát, és ezért itt maradt egy függőlegesen álló él, ami kikandikál, pont gyönyörűen a levegőnek, és persze szépen stratégiailag úgy rakták ezeket a támasztékokat, ezeket a rögzítő elemeket a szárnyelemek közé, hogy persze vonalba legyenek ezzel, és az állítható szárnyelemnek is persze, hogy itt van az állítható síkja, ami megint csak megvan egy vasalattal erősítve, és ezek mind-mind ugye vortexeket generálnak, ilyen spirális légörvényeket, és ezzel a szabadon hagyott élel együtt ez egy nagyon hosszú vortex generátorra változik, ami aztán hátrafele pont jó irányba dolgozik bele az áramlásba, visszahozva a szabályok által megtiltott lehetőséget, mert ugye a szabályok azt mondják, hogy minden szárnyelemnek csatlakozni kell az orrkúphoz. Hát ez a szárnyelem ránézésre nem csatlakozik, de mégiscsak csatlakozik, mert ez a hurkapárca ott van. És akkor most hozzuk elő a rajzot. Tehát a rajzoltakból... A rajzoltakból az orrkúphoz. A 01, 01-es jépeget rak be. 15, 01. Egy gyönyörű rajz. Nagyon szép egyébként. Be, mert hogy akkor itt látszik, hogy ez a KD Drawings-nak a rajza, Koronci Daninak a rajza, és jó néhány ilyet meg fogunk használni évközben. Jó kis technikai rajzokat csinál, főleg formegyeseket. Szóval itt látszik a trükk. Ugye, ami látszott a stúdió képeken, az egy, hát ez szép. Egyébként trükkösek voltak az elemek, de gyönyörűen végigért ez a felső elem. Most, ami most ugye a fotókon nagyjából látszott, az itt a rajzon azért pirossal kiemelve. Ugye elindul, itt van az elkeskenyítés, a teljesen lemegy itt gyakorlatilag belépő síkba a külső élén, a szárnyéglapoknál a felső szárnyelem, meg az összes szárnyelem, ez bevett ezzel az U-profillal, és akkor szépen emelkedik, ugye ilyen ritmikusan, ahol terhelni akarják, ott magasabbra húzódik, aztán picit visszajön, és ugye itt van az az él, amiről beszéltem, ami itt síkban áll ezekkel az állító elemekkel, és az állítható felső elemnek a elválasztó elemével, és innentől kezdve jön ez a nagyon keskeny, nyilván karbonszálas hurkapálcáról beszélünk, nem csak egy ilyen egyszerű céllövöldeiről. De hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy szabályos legyen ez a szárny, ennek a pici elemnek kell hozzáérni. Ugye ezzel mit ér el a Mercedes? Azt, hogy egyébként ezt a felső részt elveszíti, ami durván az egy harmada ennek a szárnyelemnek, tehát leszorító erőt generáló részt veszít, de valószínűleg nekik sokkal fontosabb volt, hogy itt tudjanak egy olyan extra légörvényt kelteni, ami aztán látszik is, hogy elkezd kifele indulni, tehát ami innen keletkezik, és kicsit olyan, mint a vattacukor, minél több részéhez érsz hozzá, annál több lesz rajta vattacukorból, itt meg annál vastagabb, annál vaskosabb lesz az a légörvény, az a spirális légörvény, ami elkezd aztán kifele indulni, és pont az első kerékről csúnyán beleszóró turbulens áramlatokat fogja aztán szépen kifele tolni abból a területből, ahol egyébként ott látszik is szépen a Venturi csatornáknak a belépő lemezei, ahol egyébként megy a padlólemez alá a levegő. Ez egy érdekes megoldása a szabályoknak, ami a szabályok betűje szerint szabályos. Nyilván a szabályalkotók nem ezt akarták elérni. A jó kérdés, hogy hányan fogják ezt átvenni, és hogy mit mond erre az FIA. Mert alapvetően ezeknél a megoldásoknál ugye az a bevett szokás, hogy azt mondják, hogy ha ezt akkor megint nem írtuk meg, vagy meg erre nem gondoltuk, amikor írtuk a szabálykönyvet, de hát nem is lehet mindig mindenre gondolni, meg mindig jön egy mérnök, aki kitalál valami újat. Hát ugye és ilyenkor ezt évközben nem tudják betiltani, mert az autó megfelel az adott évi szabályoknak, de nem mondhatják azt, hogy hát ez nem szabálytalan, vagy ez szabálytalan, mert hát jó, nincs leírva, hogy miért. Tehát magyarul ez 24-ben szinte biztos, hogy megtarthatja a Mercedes, aztán majd 25-re írhat egy olyan szabályt az FIA, hogy minimum a csatlakozó résznek, mit tudom én, 8 centi szélesnek kell lenni, mondjuk azt is megoldanák nagyon gyorsan, mert akkor itt a vége följön a 8 centire, és akkor közte hiányozna. Tehát valahogy nyilván ezt ki lehet küszöbölni, egyelőre nincs erre tiltás, és azt gondolom, hogy normál esetben 24-ben ez szabályos is. Kérdés az, hogy kinek mennyi pénzebe kerül majd, hogy erre ebbe az utcába belelépjen, mert azt ne felejtsétek el, hogy első szárny mindent befolyásol, tehát nem lehet csak úgy megvágni az első szárnyelemet, aztán hagy szóljon, mert egy hurkapálcával csatlakoztatjuk, annak oka is kell legyen, meg használod is kell tudni, tehát nem biztos, hogy ezt olyan könnyű lesz lemásolni. Ugye ugyanezt történt a trükkös kormányuk esetében is, előre-hátra mozgató kormánynál, hogy abban az évben használhatták, de már gyakorlatilag a tesztek után azt mondta az FIA, oké, apróbetűs rész, elnéztük, stb. Idén mehet, viszont jövőre nem engedjük senkinek. Tehát sanszos, hogy itt is ugyanezt fog történni. Még egy fontos dolog, aztán hagyom Norbit is beszélni, hogy amiért ez nehéz másolni, hogy ez együtt dolgozik a padló belépő részeivel, a Venturi csatornáknak az elemeivel, amiből ugye négy van. És itt is látszik a rajzon, hogy a Mercedes úgy alakította ki ezeket, hogy normál esetben ezek viszonylag szabályos távolságra helyezkednek el egymástól. Náluk az első és a második elem között hatalmas a rés. Pontosan azért, mert itt nyílik egy hatalmas terület, ahol szabadon áramlik a levegő, és ők a másik hármat rakták közel egymáshoz, sűrűn, és itt van egy nagyon nagy száj. Na most ez az, amit viszont
Ha te le akarod ezt másolni, minden máshoz is hozzá kell nyúlnod hátrafele, ami idő, pénz, ugye ne felejtsük el, hogy költségsapka alatt dolgozunk, és nem biztos, hogy ez 2024-ben megéri, vagy kifizetődik. Norbi, amikor ezt, az autót, várj, amikor ezt az autót csinálták, tervezték, akkor azt mondták, hogy ezzel az autóval fog Lewis Hamilton idén világbajnoki címet szerezni. Mert ugye akkor még nem tudták, hogy jön majd az a fagyos és hideg január. Te látod ebben a világbajnok potenciáli autót? Hát ugye, az biztos egyébként, hogy főleg egyébként az oldalnézetből, meg ugye a 3-4-es nézetből is, amit legerőször elemeztünk, hogy az autó formavilága egyébként szerintem nagyon letisztult egyébként, és ilyen egyszerű, de nagyszerű. És szerintem egy versenyautónál ez mindig jó. És hogy az egyik legszebb formájú autó most ez, amit láttunk az eddig bemutatottak közül, most ugye Red Bullt még nem láttuk, azt majd meglátjuk, hogy nagyon, mi lesz. Ha lehet így nézni, nagyon elegáns az oldal szekény. Igen, meg olyan, nagyon jó, elnyújtott meg ezt, amit mondtál, hogy lankás, az is tökre jó, meg hogy az a nagy kályhacsa ugye lekerült a motor fedérről, az is esztétikusabbá tette az egészet. De hát, hogy egyébként a formavilága szerintem a legletisztultabb és a legszebb lett az összes autó közül. Hogy aztán ez tényleg a pályán mennyire lesz gyors, vagy hogy ehhez majd ugye a levegő molekulák mit fognak szólni? Ez a jó kérdés. De ugye ez a jó kérdés. Az, hogy nekem tetszik, az egy dolog. Az a kérdés, hogy a levegő molekulák meg tetszik. Hogy ami szép, az nem mindig gyors, de ami gyors, az mindig szép. De ugye azért is feszegetem, mert mondtad, hogy olyan megoldásai vannak, ami nagyon kevés csapatnál, némileg talán meglepő dolgok is vannak. Most az, hogy az szabályos, nem szabályos, azt tulajdonképpen ilyen szempontból hagyhatjuk, mert ilyen áll szerint szabályos, de hogy ezt tényleg azért alkották ezt az autót annó, és azért készítették el, hogy ezzel Hamilton világbajnok legyen. De folytatom a gondolatmenetet, és pont erre akartam kiukadni, hogy onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy Hamilton jövőre már nem a Mercedes erősíti, az kijelentető, hogy Russell az első számú pilotája egyértelműen a Mercedesnek? Szerintem igen. Ugye a fejlesztések meg az egyéb dolgok miatt. Simán lehet, csak őt fogják figyelembe venni. Ja, simán lehet, hogy Hamilton már ki is fogják zárni ezekről a, hát a megbeszélésekről, igen, hogy akkor most mi a fejlesztésekről Hamilton már semmit, így megy tisztán az autóval, nyilván figyelembe veszik a véleményét, ha mond egy olyan dolgot, ami erősíteti, gyorsítja az autót, azt használni fogják, de hogy tőle túl sok visszajelzést már kérni nem fognak, tehát be fogják állítani a mérnökével úgy az autót, ahogy lehet, megkapja majd ugyanilyen fejlesztéseket, de hogy nem fogja látni a szélcsatorna adatokat, nem fogja látni az új CFD terveket. Már semmi jött. A kedvezményezett akkor mindig Russell lesz. Ferrarihoz. Ilyen szempontból. Nem hiszem, hogy egyébként ilyen szinten. Azt gondolom, mert ez korrektan kezeli ezeket elnyomva, a dolgokat. Tehát szerintem hogy egy az egyben hagyják őket majd versenyezni, de sokkal inkább Russell lesz, aki. Egyébként ilyen szempontból. Picit nehezebb dolga lesz, amit annak szerintem az átlagosnál. Amit megszokott, hiszen eddig ő volt azért az első számú, és ő volt a kedvezményezett. Még egy dolog, új hátsó futómű, nyomorudas, áttértek, ezzel az összes Mercedes csapat áttér, hiszen ugye a váltott tőlük veszik az Astonnál a Williamsnél, tehát ugyanúgy hátul nyomorúd lesz. Ez most a bevett szokás, mert több helyet akarnak hátul felszabadítani, és hiába kell magasabbra rakni, magasabbra kerül a súlypont, egyszerűen az összes futómelemet el tudják rakni az útból, és szépen ki tudják takarítani két oldalt a diffúzor környékét, azt az áramlási zónát, ami nagyon fontos a leszorítóerő generálás szempontjából, és ezért váltott a Mercedes, új váltót készítettek. Erre utalt is GM szerint, hogy erre sok elment, sok fejlesztési idő, sok pénz. És szerintem az új váltónak szerepe volt náluk is abban, hogy egyébként ugye végül teljesült Hamilton kívánsága, és ugye 10 centivel hátrébb került. Így van, a kokpit és a pilóta ülés pozíciója, ami egyébként nyilván azt gondolom továbbra is, hogy nem Hamilton kívánságát próbálták ezzel teljesíteni, hanem szerintem itt is hasonlóan az autónak a súlypontját próbálták hátrébb. Hogy a Ferrari vagy az Alpine. És ugye az összes hajtásláncelemet ezzel együtt hátrébb vitték 10 centiméterrel. És ezzel próbálják majd javítani az autónak a mechanikus dolgait és a gumikezelést. Hiszen ez a 10 cent egyébként szerintem tényleg egy pilóta perspektívájából nézve nem sok, és valószínűleg ez nem lesz nagy megváltás Hamiltonnak, viszont az autós fülyelasztása szempontjából azért ez jelentős lehet. És még egyébként így is előrébb fognak ülni, mint a tavalyi Red Bullban, ugye Max Verstappenék ültek, mert ők még ennél a 10 centivel hátrébb húzottnál is hátrébb ültek. Nyilván meglátjuk majd, hogy az autó mire ez képes. Gábor, tudom, hogy múlt héten beszéltetek sokat Hamiltonról, úgyhogy én most egy... Veszem az okosszemüveget. Akarok valamit mondani. Gábor, akkor mondd, majd utána fogtaszom a kérdést. Nem, a súlyelosztást akartam, csak pontosan akarom idézni, mert nem azért pontos számokról beszélünk. Ugye a szabályok, mondtam, hogy meg van kötve, tólik be, és ugye az a szabály, hogy az első tengelyen a súlyelosztás szempontjából a 44,6%-a lehet minimum, és 46,1% a maximum az autó teljes tömegének, és nyilván ebből következik a hátsó tengelynek 53,9 és 55,4% között mozoghatunk. Ugye ez nem tűnik olyan soknak, de azért ez nem olyan kis változás, hogyha azt nézzük, hogy ugye, amit az egyik tengelyről elveszünk, azt a másik tengely kapja meg adott esetben. Igen. Plusz-minusz 12 kiló, igaz? Igen, tehát azért itt
Norbi tudja meg, ha valahogy súlyoztatok autót, futóművet, tehát azért főleg egy ilyen autónál, ami viszonylag könnyű, egy formányos autónál, ezek nagyon érzékeny számok, de egy-két kilónak is szerepe van, azért bármilyen ilyen szigorúnak tűnik ez a behatárolás, azért az azon belüli mozgástartományban van olyan mozgástér, amiből lehet plusz kihozni, hogyha úgy látják a tervezők, hogy akkor el kell menni arra, és úgy tűnik, hogy mindenki hátrafele vándorol. Egy kérdés még, szóval Hamilton kiveséztétek múlt héten, nem is akarok róla többet beszélni, mert mi is említettük már. Ugye maradt egy George Russell a Mercedesnek, nyilván elmondták csomószor korábban is, hogy ráépítik majd a jövőt, idén első számú versenyző lesz azokból kifolyólag, hogy Hamilton távozik. Milyen típusú versenyző lenne szerintetek tökéletes Russell mellé a folytatásban? És itt gondolok olyan szempontból is típusokra, hogy egy Hamiltonhoz hasonló alfahím, egy Russellhez hasonló nagyon karizmatikus, nagyon okos, nagyon gyors versenyző, vagy azt mondjuk, hogy akkor ez tényleg a jövő csapata lesz, Russell lesz az első számú pilotánk, és hozzunk egy fiatalt, mert ugye erről is szólnak hírek, hogy esetleg egy F3-as, F2-es versenyzőt szépen fölemelni és beemelni 25-re az F1-be. Szóval nektek van bármi elképzelésetek, vagy ötletetek ilyen szempontból, hogy Russell mellé Toto Wolff, ha te vagy, akkor a Mercedeshez milyen pilotát hozol Hamilton után? Én Okont vinném. Albont is vinném, de Albont majd a Red Bull viszi valószínűleg. Ez a hír járja. De ha nem, akkor nálam Albon, Okon tovább. Múlt hét óta nem változott a véleményem, és hogyha így Okon marad, akkor azért Okon azt mondom, hogy azért meg tud állni a helyét Alonsoval szemben, ami most látjuk mekkora fegyvertény, így a tavalyi teljesítményét figyelembe véve. És egyébként Okon nagyon jó versenyző típus. Persze nagyon problémás csapatember, tehát biztos, hogy nem lenne egyszerű őket összeengedni, de hát most... Erről szól ez a történet. Melyik jó versenyző? Ezeket Enzo Ferrari csondikő bevállalta mindent. Melyik máshogy működött ez a csapat, hogy még más éra is volt sokszor, de hogy én Okonban látom azt, hogy ő biztos, hogy tudna futamokat nyerni. Hát nyilván nyert már egy olyan futamot, emlékszünk a Hungaroringen, de hogy kellett hozzá szerencsés, de ott se remegett meg a kezet. Tehát Okon szerintem nagyon jó versenyző típus, és nem mondom, hogy abszolút a jövő sokszoros világbajnoka, de hogy ő nálam nagyon alul értékelt ahhoz képest, amire képes. És ez az a F3-as szezon, amikor ugye a Verstappen gyakorlatilag az óvodából érkezett az F3-ba, azért tegyük hozzá. Okonnak kicsit több előélete volt, de az év végén megverte Verstappent, még akkor is, hogyha egyébként mindenki Verstappent akart akkor szerződtetni, azért Okon is, mert akkor lett Mercedes Junior, ne felejtsétek el. Tehát ő az volt a Mercedes Junior, és azt nem véletlen ki is emelte most az Alpine bemutatón, hogy hát én még Mercedes Junior vagyok, by the way. Egyébként. És szóval ráérek tőle. Neki jók a kapcsolatai a Mercedes-szel, és szerintem hát, konkrétan Toto Wolffnak köszönhette, hogy a Forma 1-be került, igen. Ő pénzelte meg, menedzselte. Hogy a tempója is megvan, és szerintem nagyon jó versenyző alkat, és szerintem sokan alul értékelik. Valószínűleg azért nem szeretik egyébként a szurkolók nagyrészt itthon vagy külföldön, mert hogy mert egy olyan balhés alkatnak tűnik, meg nem jól jönnek ki vele a csapattársai, vagy nem jön ki jól a csapattársakkal, vagy akármi, de hát azért sok nagy bajnok volt, aki nem jött ki jól a csapattársaival, és ezért nem, emiatt azért nem tekintettek el a szerződtetésüktől. Én valahogy Okont érzem, de ez nem jelenti azt, hogy ezenek így kell lennie. Nem hiszem, hogy olvastad, de én ugyanezt írtam egyébként, amikor kijött a híre a Facebook oldalamra, hogy nálam Okon van az első helyen. Szintén ezt tartom, hogy a legalul értékeltebb Forma 1-es versenyző a jelenlegi mezőnyben. A balhéssága meg szerintem a szimplán annyi, hogy nem az a típusú versenyző, akinek ha azt mondják, hogy engedd el a másikat, akkor csak úgy elengeded. Ugye ez is sokszor benne old van school. A balhésságában. 80-as években Alan Jones, Carlos Reitemann, sorolhatnék 1 millió nevet, tehát Nelson Piquet, tehát ott akárszor belógatták a táblát, jaj, nem láttam, ja, pont nem, a rádió elromlott. Mi? Mondtatok valamit? Sütött a nap, igen. De hát erről még akár, még erről Talma is tudna mesélni akár. Szóval azért nem olyan egyszerű dolog ám ez, és hogyha ennyire tehát ennyire versengő típus vagy, akkor előbb-utóbb azért mégiscsak te vezeted az autót. Tehát a végén eljutsz oda, hogy hát most mondhatnak, amit akarnak, de azért én nyomom a gázt, én nyomom a féket, én tekerem a kormányt, és mégis az lesz, amit én akarok. Jó, hosszú távon ez nem kifizetődő, igen. Kivéve, ha annyira jó versengő. Meg ha jó vagy. Igen. Norbi, neked van esetleg valami favoritod? Hát ennyi felsort érv mellett ugye nehéz mást mondani, és egyébként nyilván Okon tűnik talán a leginkább reálisnak. Az összes opciók közül. Akkor te is azt érzed? Nem, mert erről ugye te és egyébként, azért Antonelli, azért és egyébként pár évet lehetne is adni neki, de egyébként én pont a problémássága miatt nem adnék neki, mert hogy én ott biztos vagyok benne, hogy Russell lesz, szerintem az első verseny hétvége után ezek verekednének a paddock közepén egymással, de hogy vagy ha nem is verekednének, de legalábbis a szájzás ez biztos, hogy elindulna. És hogy igen, de hogy Okon nem tudta fölépíteni szerintem azt az imázsát? Azt az imást, igen, azt az okos, türelmes csapat, team player imázsát,
a Forma 1-ben az elmúlt években. Neked ezt a Manokon személyisége nem illik a Mercedesbe igazából? Igen, igen. Ami szükség lenne egy top csapatban, meg egy Mercedeshez. Ezt adom, de ettől még én megkockáztatnám, hogyha én lennék. De az azt egyébként egy pár évet lehetne neki adni, mert most, hogyha adnak neki mondjuk 2 évet, vagy egyet, vagy 2-t, és mondjuk nem válik be, akkor még mindig Kimi Antonelli ott van, André Kimi Antonelli ott lesz, és még mindig csak 21 éves lesz, vagy valami ilyesmi, de hát, hogy optimális igen, időben lesz. És nem is vágják ketté a karrierjét, mert azért tegyük hozzá, hogy Antonelliről beszéltünk, ugye az F3-at kihagyó, F2-be frissen felkerülő olasz új Verstappenről beszélünk, aki szintén Mercedes Junior, André Kimi Antonelli, ugye Kimi Räikkönen után kapta ráadásul az egyik keresztnevét, szóval tényleg szuper tehetség, és már ugye most a tesztek után sokan azt mondják, hogy Verstappen óta nem volt ilyen Forma 3-as pilóta újoncként, vagy most ugye Forma 2-es, de Forma 3-asokkal is tesztelt, és ugye ott is elég jól teljesített. Na a lényeg az, hogy nagy tehetség, ős tehetség, de láttunk sok ilyen ős tehetséget megégni. Akár Stoffel Vandoort ugye föl is hoztam múltkor példaként, de sok mást is mondhatnánk, és Verstappenből azért kevés van. Tehát az, aki megjön 17 évesen, ráadásul ugye szabályt is módosítottak akkor miatta, és egyből jó lesz a Forma 1-ben, ráadásul neki is azért kellettek évek, hogy picit összerakja magát, és a Toro Rosso-ba kezdett, ne felejtsétek el, tehát azért volt egy éve, meg még 4 futam a Toro-ba, átült a Red Bull-ba, és ott is volt még egy éve, másfél, amikor Ricciardo, mert azért összerakta magát, gumikezelés, autókiismerés, bármi, nagy csapatműködés, az élenmenés. Szóval Andrea Kimi Antonellinek, hogyha lenyomja az F2-es szezont, meg is nyeri az F2-es bajnokságot 18 évesen, egyszerűen nincs értelme egy Mercedes ülést adni, mert 99% hogy kinyírod a gyereket. Olyan stressznek teszed ki, olyan elvárásoknak teszed ki, amire 18 évesen nem leszel alkalmas. Be kell rakni egy Williamsbe, hagyni kell 2 évet menni, Merci motor, James Walsh, így van, vagy ahogy most a Ábor visszajött onnan. És addig lehet okonnal próbálkozni? Az a kérdés, hogy Toto Wolff akar egy Helmut Markót húzni. Igen, hát mint amilyet ugye Max Verstappen elők megkockáztattak, és ugye nekik ott az akkor bejött. Ugye az a kérdés, hogy Toto Wolff... Ez extrémebb lenne, mert nincs Toro Rosso-juk. Egyébként szerintem még egy picit korájáról beszél, mert szerintem ami fog történni, az egyébként az, hogy nyilván Antonelli most elkezdi futni az F2-es szezont, a szuperlicensz pontjai már az eddig eredményei alapján megvannak, de hát egyébként idén szerintem őt biztos, hogy látni fogjuk valamelyik pénteki szabadedzésen abban a Mercedesben tesztelni. Nem is egyszer valószínűleg. Valószínűleg szerintem Okon is oda fog keveredni majd valamikor valamelyik teszt folyamán, és ő is fogja tudni vezetni azt a Mercedest, és szerintem ki fogja. Még Alpin pilótaként nehéz lesz, de majd... Hát vagy lehet, hogy majd a végén. Mekkora csavar lenne. Mekkora szólna a szezon közben. Átdobom a... Hát szezon közben. Luis, köszi az eddigi 12 évet. A végén, hogyha lesz az év végén Abu Dhabiban lesz majd pilótateszt, akkor esetleg, és szerintem biztos, hogy a Mercedes addig nem fog döntést hozni ezzel a történettel kapcsolatban, hanem szerintem fogadni lehetőséget ezeknek a fiataloknak, ki fogják értékelni, szerintem ők pontosan látni fogják az adatok, a tesztek alapján az adott pilóta teljesítményt, és akkor az alapján tudnak majd egy döntést hozni arról, hogy melyik őjük van inkább kész arra, hogy... És akkor az összes Schumacher rajongó nagy kérdése, hogy és akkor még Schumacher miért nem? Hát azért, mert ez nagyon amúgykor megbeszélt, kíváncsi a formájban. Ugye Mick Schumacher hivatalosan megint tartalékversenyzője lesz majd a Mercedesnek, de szerintem ő abban azon a párfutamon, azokban az idényekben bizonyította azt, hogy nem. Hát nem mutatott olyat, hogy Mercedes pilóta legyen. Nem rossz, jó pilóta, de nem elég jó pilóta. Mert most Mazepint legyőzte, oké. Hát de Magnussen. De Magnussen már. Úgyhogy Magnussen a Sandról szedték össze konkrétan, ugyanis ez nem is csak egy legenda. Hát a tengerparton volt, mikor ugye felhívta Steiner, hogy szólni, vagy egy hónap múlva kéne versenyezni. Talán egy hónap sem volt hátra. És egyébként Magnussen sem tudta áttörni ezt a korlátot, és nem tudott, ő sem bekerül. Hát még egyébként ő volt McLaren. Hát volt McLaren, hát ott, és volt. Sőt, a dobogója is volt első futamán, igen. Egyből kihozta magából maximum. A csúcs. Talán egyébként ő is egy picit talán a személyisége miatt került ki talán ebből a top csapat kategóriából, mert ő is egy picit talán nyers személyiség. Igen, de arra gondoltok, hogy egyébként... De a tempója meg azért megvolt, hát Magnussennek. Előtte juniorként nagyon nagy ász volt, és látod, ő is az a példa, aki nagy ász volt juniorként, és aztán nem tudta a Forma 1-be beváltani, vagy nem volt benne annyi. És ha belegondoltok abba, hogy Magnussent valaha szerződtette volna a Mercedes, vagy szóba jöhetett volna a Mercedes pilótaként, valószínűleg a válasz mindenkinél ezerből ezerszer nem lenne. Most ezt a Magnussent nem tudta Mick Schumacher semmilyen szinten, még csak szintjére se érni, és azért 2 éve elment a Forma 1-ben, akárhogy is bármilyen kifogást keresünk neki, nem tett olyat az asztalra, ami miért 2025-ben reálisan ő szóba kerülhessen a Mercedesnél. És még mellette becsúszott egy pár autófélbetörés. Hát, ami azért megint csak ami meg, aztán, ami meg aztán a mostani Forma 1-ben a legnagyobb fekete pont szerintem minden pilótának, minden szóval nem akkor, amikor félbetörik a kocsira. Nem elkézni akarjuk Mick Schumachert, hanem egyszerűen igen, tehát nincs azon a szinten. A kérdés az, hogy ez az alpinos kitérő most ugye a sportautó VB-n, az adhat-e neki
esélyt arra, hogyha mondjuk Esteban Ocon Mercedes pilóta lesz, akkor Ocon megüresedett helyére az Alpinnál esetleg lehet a számára visszabordulni. Azt el tudom képzelni, hogy ha valamilyen úton, módon vissza tudna jönni, már pedig a hány versenyzőnek lejár a szerződése, ennek az évnek a végén akár miért ne lehetne meghúzni. Szóval, hogy ha esetleg visszajön, és ott jól teljesít, akkor utána visszahozhatják, de ezen logika mentén egyébként én azt mondom, hogy ha Ocon problémás srác és nem, akkor viszont nekem van egy B-jelöltem, és ő pedig pont a másik Alpin versenyző, Pierre Gasly, aki szerintem teljesítmény alapján megérdemelné, emberileg Ocon ellentéte, Russell-el kifejezetten jóban is vannak, és egy nagyon, nagyon eladható, nagyon intelligens, nagyon viselkedni tudó. Hát csak francia, semmi kapcsolódás a Mercedes. Nincs kapcsolódási pontja, de ha mezőnyből akarsz választani olyan pilótát, aki már bizonyított, nyert futamot, megjárta a hadakutyát Albonhoz hasonlóan, ő is, Verstappen kicsi állt, mégis visszajött, fölállt, stb. De van egy olyan története Gasly-nak is, hogy akár a Mercedesbe el tudom őt képzelni, akkor, hogyha nem fiatalítani szeretnél, vagy nem az egyébként alulértékelt Okont viszed oda, és ugye Albon pedig a hírek szerint a Red Bull radarján van, és inkább ott köthet ki. Tehát ha nincs Albonod, és nincs fiatal versenyződ, vagy még nem akarod bedobni, akkor nekem Gasly az első számú jelöltem innentől kezdve. Én nem bízok benne. Látom, annyira. Norbi, te nem értesz ez egyet, ami nem baj. Mert pont amit mondtál az előbb, hogy Verstappen kicsinálta. De nekem egy jó... Az én csak, ha az ő se. Kit nem csinált ki Verstappen? Hát, aki nem volt még mellette. Hát, egyébként Daniel Ricciardot annyira nem. De hát de jó, de akkor 18 éves volt. Igen, mondjuk akkor még kezdő és volt. És akkor pont így keresztezte egymást a forma gadozásuk, vagy a forma változásuk. Plusz, hogy Ricciardo azt mondta, hogy azért is ment el. Olyan pilóta nem kéne, aki az ellenfél, a legnagyobb ellenfelünknek a top csapatában versenyző pilóta már egyszer kicsinálta, mert hogy az már egy olyan... De mi van, hogyha azt mondod, hogy... Fizikai hátrány is lesz majd a versenyzőn. Rászel az első számú versenyződ, ami... és keresel egy jó társat mellé. Berakok egy fiatalt. Akkor neked ő a megoldásod. Adok neki pár évet, hogy hadd tanuljon a Russell mellett, és addig Russell vigye a csapatot, amennyire tudja. Ez is olyan, lehet amúgy. Amire egyébként van esély, mert egyébként Russell is nagyon jól kezdett a Mercedesbe. Ezt közben volt a Fradi meccset? 0-0. 0-0 volt még. Mert hogy közben zajlik az Olympiakos Ferencváros, 5 perces hosszabbítás van, 0-0 az első fél idő, és megfogadtuk, hogy amíg elkezdődik a második, addig befejezzük, úgyhogy nincs mások hátra. Na, szóval igen, egyetért a Gasly felvetés... Szerintem benne van, mert hogy Hamilton-nal jól felvette a versenyt, szerintem azért úgy elment, dobott egy pár jó eredményt, Brazíliában futamgyőzelem. Nem, Russell nagyon erős ezzel a metvetet. De szerintem ő egy olyan pilóta, akire lehet építeni. Hamilton szintjére azért nehéz csak úgy odaérni, akár hogy is nézzük, motivációvesztés ide vagy oda, azért azt nem olyan egyszerű megugrani, amit Russell megugrott. És ugye nem tudta megverni Hamiltont, az elsőben igen, a második évben visszavágott Hamilton, de nem nagy különbséggel, és egyébként az alaptempójuk tök egyforma volt. Szóval hogy a Gasly felvetése meg olyan szempontból egyetértek, hogy tök logikus, de nekem is hiányzik a kapcsolódás. Tehát akármennyire logikus, vannak dolgok, amik nem állnak össze. Tehát hogy hiába, a vonalak, amik mindig párhuzamosan tartanak, és a végtelenben sem találkoznak, valahogy ezt érzem a Gasly Mercedes történet. Meg hogy szerintem egy csomó mindent azért a pénz mozgat a Forma 1-be, és szerintem egy fiatalt betenni, főleg egy Mercedes Juniort betenni, az... akibe investálnak évek óta, azt szerintem egyébként a tulajdonosi körnek is tetszene. De hát, hogy nem azért investálnak egy ilyen fiatal pilótába, mint mondjuk Antonelli éveken keresztül, hogy utána elengedjék majd a Williamshez, meg ide-oda-amoda. Hát, hanem, és hogy helyette meg odaigazoljanak valakit sok 10 millió, 20 millió dollárokért. Jó, de 2 év kell. Azt gondolom, hogy azért Antonellinek 2 év kell, meg lehet is. Az előbb mondtál. Ja, jó, 17, 18... 18 lesz. Nincs benne érdekeltségem. Gondolj, hogy 18 lesz mondjuk jövőre, mire mondjuk megnyeri az egyet. Tegyük föl, hogy megnyeri. Már most 18, nem? 17. 18 lesz idén szerintem, nem? De most 17. Tehát jövőre 18 évesen F2-es bajnok, és mehetne Forma 1-be. Most, hogyha 2 évet lehúz a Williamsnél, akkor is 20 éves lesz, amikor mondjuk beülhetne a Mercedesbe. De miről késett le? Semmiről. Még mindig nagyon korán lesz minden szempontból. Tehát, hogy ez csak elrontani lehet, hogyha nem várják ki a természetes fejlődésére. Szerintem én elkapkodottnak érezném, és egyébként úgy van, mert a Mercedes ezzel beszéltek is, hogy nem is hajtja őket semmi. A jövő januárban jelentik be a második versenyző? Jaj, hát akkor a jövő januárban. Mi a probléma? Kérdezzétek meg 5000-szer, az összes újságról kérdezzem meg 5500-szor az összes hétvégén, hát majd eldöntjük. Tehát, hogy semmi nem, nincs presszió, és a legkönnyebb döntési helyzetben vannak. Szerintem ez decemberben, januárban fog eldőlni, annál előbb nem. Legkomorabb és ugye az ülés azért elég kelendő. Tehát, hogy ilyen szempontból sem kell kapkodniuk, mert
nagyjából akit ők megszólítanak abban a helyzetben, az úgyis azt fogja mondani, hogy oké. Hát az egyik legjobb üléshez igen. hozzájuthatsz. Most néztem csak a YouTube csatornádat, 2300-an vagytok vagyunk, innen is köszönjük szépen a számok, köszönjük. Azt, hogy itt vagytok. Érkezett közben nagyon sok kérdés, de most ránéztem, és ezt hadd olvassam föl, mert ehhez kapcsolódik pont Horváth Levente kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a Mercedes elveszíti ezt a srácot, Antonellit, úgy, mint annó Verstappent. Ez a veszély fenyegeti-e a csillagosokat? Szerintem nagyon szerintem bebiztosították magukat. Igen, hát ő már pont egyébként a Hamilton távozásának a nap, bejelentésének a napja előtt posztolt a Mercedes gyárlátogatásos sztorikat Antonellivel, úgyhogy szerintem ő nagyon oda van csatolva már. Hát és a Verstappen elvesztésének a témája még nem elég fájó, az egész Forma 1-es Piranha klubot emlékezteti Gasly, illetve nem Gasly, Piastri kalamajkája, illetve az Alpine kalamajkája Piastrival. Az a szép sztori volt, igen. Piastri elvesztésre a McLarenhez, az még nagyon-nagyon élénken él mindenki, mert szóval szerintem akinél egy ilyen csiszolatlan gyémánc van, az minden oldalról megpróbálja bebiztosítani, amennyire csak lehet. Ez a gyárlátogatásos poszt ütötte nekem egyébként a legnagyobb szöget a fejemen, de hogy már mutatják be a fiút a csapatnak, igen, tudod, igen. A csapattagoknak, meg minden, hogy ott szokjon bele, már ott lássa, hogy kik hogy dolgoznak, kinek mi a feladat a csapat, meg minden, de hát, hogy már szerintem most kezdik beépíteni. Egyébként szép sztori lenne, hogy elengeded, vagy elmegy tőle teljesen mindegy a hétszeres világbajnok, és hozzal egy nagyon fiatal, aki majd egyszer talán Hamilton nyomdokaiba lépett, és közben köztes pilótád már van, ott van a Russell. Igen, de hogy most egy Ocon Russell... Főleg egyébként, hogyha 26-ra készülsz... Címre is menni kell, tehát kell így... Na jó, de azt mondod, hogy a 25 az egy átmeneti év. Nem, mert egy év nem lesz elég. Figyelj, akármilyen jó Andrea, Kimi, Antonelli, meg nem tudom, hány neve van. Viza, Kesem, Ketchup, RB. Akármilyen jó, egy év... Kihagyta a Forma 3-at, egy év F2, és egy év F1 után 26-ra nem lesz kész arra, hogy 26-ra... Ahhoz nagyon meg kéne nyerni az F2-t, lehet. De egyébként, ha nem nyeri meg az F2-t, akkor lehet, hogy nincs is miről beszélgetni. De szerintem persze, futjuk a köröket, de szerintem minden azon fog eldőlni, hogy idén mi fog pont történni. Pont ezért várhat a Mercedes nyugodtan. Ráérnek. Mi viszont nem érünk rá, mert egyrészt véges az időnk, mindjárt lefolyják az első félidőt, másrészt pedig egyetlen egy csapat van, ugye, akikről nem beszéltünk, ez pedig a Red Bull, és ez nem véletlen. És ez nem véletlen, mert hogy a hivatalos car launch-uk az majd 8 óra 30 perckor kezdődik magyar idő szerint. De már megvolt, és a helyszínen ott tartózkodott Nagy Dániel is, akinek helyét most elbitoltam. Legnagyobb tagunk. És küldött nekünk egy kis helyzetjelentést, és én a drága Adrián kollégánkat, barátunkat szeretnénk megkérni, hogy mutassa már meg nekünk, hogy ez a Nagy Dani fiú mit alkotott, illetőleg mit alkothatott az Egyesült Királyságban, ha már oda kifújta őt a szél. Sziasztok, kedves boxkiállás nézők, köszönjük szépen, hogy ennyien vagytok. A múltkori adás az ultimate rekord volt, végig 3000-en nézhetek bennünket, úgyhogy tartsátok meg jó szokásatokat, köszönjük szépen. Egy érdekes történettel érkezem nektek, nem tudok ott lenni a mostani live-on, ugyanis élőben megtekintettem a Red Bull autó bemutatóját. Az a trükk az egészben, hogy az autó bemutató valójában már megtörtént reggel, londoni idő szerint, vagy angol idő szerint reggel, és hát képeket nem tudtam készíteni, mert ez egy titkos rendezvény volt, olyan szempontból, hogy maga a stream az ugye csak magyar idő szerint is este lesz majd látható. Az autó egyébként ugyanaz lesz, amit Silverstone-ban már láthattunk a kiszivárgott képeken. A festés nyilván nem túl nagy meglepetés, viszont az autón azért vannak módosítások. Ez alapvetően ugye egy fejlesztés, egy továbbfejlesztett változata ismét a tavalyi évnek. A rendezvényen ott volt egyébként Christian Horner, Adrian Newey, Verstappen, Perez és Bahé meg a többiek. Alapvetően egy nagyon jó hangulatú rendezvény volt, nyilván profik az emberek. Christian Horneren sem látszott semmi, de hát nagyon mást azt gondolom, hogy nem is vártunk volna ezektől a szakemberektől. Nagyszerű rendezvény volt, ugye Londonban vagyunk most, ott a mögöttem a Tower Bridge. Innen mentünk át Watfordba, ott aludtunk egyet, és onnan mentünk tovább végül Milton Keynesbe, ahol tehát a Red Bull gyára volt. Kicsit, hogy mindig ott van. Kicsit átnéztük, körbenéztünk, és megnézhettük az előző évek autóit is. Nézzétek el nekem, hogy egy picit darabosan beszélek már, mert egy elég hosszú két napon voltunk túl. Nagyon sokat forgattunk, és még többet nézelődtünk, úgyhogy nézzétek tovább a srácokat. Én nagyjából ennyit szerettem volna nektek mondani, illetve nézzétek majd élőben az autó bemutatót. Többet erről nem mondok, mert egy elég húzós titoktartási szerződést írtunk alá, úgyhogy további jó szórakozást! Már vége a videónak, csak mi is néztük egy kis csúszással, de a lényeget szerintem mi is hallottuk, szóval Dalinak köszönjük szépen a bejelentkezést, és ugye
nagyon nyugodalmas és biztonságos hazaérkezést kívánunk neked. Kiment és egyből letiltottak mindent. Szóval az MD Sport itt nem közvetít semmit, mert hogy nagy délnek köszönhetően letiltottak minket. Mit szóltak eleve, hogy délelőtt veszik föl, hogy aztán csak este adják le? Ez most Horner miatt van? Mert figyelj, nem tudom, ez egy jó kérdés, hogy nem akartak lehet, olyan... Lehet, hát, figyelj, lehet. Hát, hogy ma kiderül valami. De lehet olyan csúsztatással, élőadásban is benne van az a X másodperc csúsztatás, hogy a kellemetlen kérdésen, akkor simán lekeverik, és akkor nincs semmi. Nem tudom, mi volt ennek az oka, hogy ezt már jó ideje tudtuk, hogy ez délelőtt lesz, csak ott lesz egy 10 óra csúszás, aztán a végül is a streamingbe, úgyhogy így aztán kicsúszunk, úgyhogy kénytelenek leszünk beérni a teszten készült képekkel, vagy képpel. Viszonylag egyszerű a magyarázat ennek, vagy amire én gondolok, az, hogy nyilván az újságíró kollégák munka szempontjából napközben szerintem egy ilyen rendezvényre jobban tudnak idomulni, viszont a internetes bemutató tekintetében este pedig sokkal jobb az elérése, amikor pedig már ugye otthon vannak az emberek, és akkor ezt sokkal többen meg tudják nézni. Klasszik személyes bemutatót csinálni, ahol ott volt a sajtó, vagy a nekik fontos meghívottak, és akkor úgy, ahogy Norbi mondja, aztán utána a világ megcsodálhatja a nagyon megváltozott Red Bull, ami egyébként valószínűleg tényleg megváltozott, a festése nem, annak a kivételével. Na hol az a kép? Elég érdekes dolgok vannak, ha bár egy... Ültél egy képet nekem, hát, hol ugye, van? Szerintem ezt a képet ezt tegnap óta mindenki látta, vagy tegnap előtt óta, de az ott van azt? A Red Bull ja, itt van. És ugye az benne az érdekes, hogy ez a teszten szép a... Szép volt, bravo Ivári, kezdek fáradni, igen. Silvestoni teszten készült kép, hogy igazából... Ami nagyon érdekes, hogy mintha a Red Bull meg akadná trollkodni az egész mezőnyt, hogy a végén mutatják be az autót, és aztán megcsinálják azt, amitől most szépen mindenki elrugaszkodott, inkább a Mercedes irányvonalát. Megvették a tavalyi Mercedes-t. Megvették a W14-et, és átfestették. De hogy alapvetően, ami látszik ezen a nagyon blőrös, rossz felbontású, felnagyított képen, amiket rákarikázgattam. Ugye az elején az orrkúp, ugye csak, hát okosan csak sárgáig van festve, de nem addig ér az orrkúp. Ugye tavaly a második elemhez csatlakoztak. Ebben megint az az érdekes, hogy az idei trend az, hogy az első elemre szerelt orrkúpról a mezőny nagy része visszajött a második elemre szerelt orrkúpra, és egész szépen elkezdte itt ilyen kanál alakúvá, öblössé, mindenfélévé tenni a szabadon maradt első szárnyelemet. Most ehhez képest a Red Bull meg fogja, ugye megfestette a sárgát oda fölülre, de teljesen leérnek, elképesztően előre nyúlik ez az orrkúp. Azt nem lehet megmondani, hogy milyen vastag ebből a szögből, de az látszik, hogy ilyen kicsit ilyen boomfordi rekerekített élét látunk innen oldalról. Tehát gyakorlatilag végighúzták az egészet, egy hosszított orrkúp lesz, ami szembe megy a trendekkel. Nem ők az egyetlenek, de kevesen használják most ezt. Aztán ami, és akkor mindjárt nagy lényegre rátérek, még mutatok, amit be van rajzolva, az csak az, hogy mennyire durva, hogy elsőben volt a teszt, hogy mennyire durván húzza fel a levegőt és áramlik ki a padlólemez két oldalán az elő található ilyen mini diffúzor kivezetések, azok gyakorlatilag ebből látszik, hogy megnézitek ezt a föláramlást, egy elképesztő energiája van, ahogy az följön, és nyilván találkozik az áramló levegővel, és aztán ott szépen keveredve csinálnak valamit, de ez nagyon durván kilő oldalra. És egyrészt itt helyi leszorító erőt generál, erről is sokat beszéltünk már a 22-es szabályok bevezetése óta mind a két oldalt, ráadásul utána még irányítja is ezt a turbulens légáramlatot, és ez egy nagyon-nagyon beszédes kép, nagyon ritkán látjuk ennyire jó, ezt csak azért raktam, ez nem újítás, ez eddig is így működött. Ami változott, ugye egy picit más a cápauszony, ez az alávágott cápauszony ott tavaly, most megint ez a picit ilyen lecsapott van, de ez bármikor változtat az évben, nem is akkora truváj. Ami igazán változott, behúztam a tavaly használt kályhacső magasságot, a körülbelül tavaly használt kályhacső magasságot, itt van a 2023-as, és az idén használtat, tehát úgy felhúzták, mint tavaly a Mercedes, hogy még jobban. És senki más nem csinálja ennyire durván. Tehát amiről a Mercedes lemondott, és senki más nem igazán másolta, arra most a Red Bull bólintott egyet, hogy oké, és nézzétek meg, hogy annyira durván felhúzták, hogy nem felejtették el a bikát ráfesteni, csak olyan szinten fölfele indul az az elem, hogy a bikának a lába vagy az alsó része az gyakorlatilag eltűnik, mert csak fölülről látod. A fölülről levő képeken, ha majd látszik a stream után, kiadják a képeket, akkor biztos meg lesz a teljes Red Bull bika. Na, oldalról olyan, mint hogyha a vízbe merült volna valahol, úgyhogy a bika fele elveszett, meg a fejének egy része se látszik. Tehát elképesztő módon felhúzták ezt a részt, ugye nagyon-nagyon ki is öblösítették és átravezették. Itt látszik ez a hatalmas nagy szakadék, ez a függőleges idom. És ami igazán meglepő, és nem látszik jól, de egyéb szögből készült fotókról ki lehetett venni, még annak ellenére is, hogy pontosan nem látszik a légbeömlő, mert hogy eltűnik ebben a nagy alávágásban, az, hogy bizony a Red Bull ugyanazt csinálja, amit a McLarennél láttunk kicsiben, csak sokkal nagyobban játszanak. Tehát ők teljesen lefették fölülről. Itt van valahol a légbeömlőnek a vonala, itt a versenyző kezének a kormánynak a vonalában,
és fölé raktak egy hatalmas, nagy, ilyen háromszög alakú, ilyen, olyan, mint egy ilyen napernyő, ilyen nap, amit mondjuk, amit föl tudsz húzni a teraszok fölé két oldal, egy napvitorla, azt nyilván karbonból ide, be is rajzoltam szépen az ívét, és semmi nem jön ide, az összes csapat ugye, amikor használja ezt a tálcát, bármilyen magasságban, fölé engedi a levegőt, és itt van valahol a légbeömlő. Itt semmit nem látsz, itt nyíl egyenes az egész elem, és onnan bugik hátra. Ugye a Mercedes-t az előbb szóba hoztam, ahhoz képest jóval hamarabb ér véget, sőt, még kap is egy kis kacsafarkat fölfele. Nagyon hamar itt lecsap azért a Red Bullnak az oldalszekrénye. Extrém módon szintén alá van vágva már, amennyire ebből a képből látszik. Egyébként a levegő, illetve az eső vízcseppek mozgásából látszik, hogy milyen mélyre bemegy az alá, tehát elég komoly az alávágás. De ez a nagyon durva, hogy itt ez alatt gyakorlatilag van valahol egy oldalsó légbelmű, de ennek milyen a formája és milyen mélye van elhelyezve, ezt ebből a képből meg semmelyik képből nem lehet megmondani. Sőt, van egy fogadásom rá, hogy olyan stúdióképet kapunk a Red Bulltól, hogy most sem. Ne nagyon lehessen megmondani, hogy körül, egyetlen hogy néz ki pontosan az a légbelmű, de ami nagyon érdekes, hogy a feje tetejére fordították szó szerint a trendet, ők meg a McLaren, ahhoz képest, amit tavaly csináltak, és mindenki más a tavalyi irányvonalukat követi. A nagy kérdés, hogy ebbe belebuknak-e, beletörik a bicskájuk, vagy végül is a Mercedes ráérzett valamire 2022-ben, 23-ban, amitől most, mint a macska, nem tudom, a 9. életénél már olyan óvatosabban megy át a szakadék szélén. Tehát a Mercedes eldobott mindent, ezt nem is akarjuk látni, soha többet ezt az ötletet, pedig papíron jól működött, meg a szélcsatornában, és lehet, hogy a Red Bull meg a McLaren azt mondta, hogy na, fogjátok meg a söröm, meg lehet ezt jól csinálni. És akkor meglátjuk. Nem tudom ebből, de ez nagyon izgalmas egyébként, és azért nevetek, mert nyilván azt mondom, hogy trollkodás, szándékosan nem csinálsz csak trollkodásból egy teljesen más koncepciójú autót. És ami nagyon érdekes, hogy Adrian Newey azt mondta, hogy ez az autó az evolúciója lesz az előző két évnek. Na ez minden, csak nem egy ez milyen evolúció. Evolúció. Ez egy elég komoly változtatás az autón, akár az orrkupot nézzétek, akár az oldalszekrényt, vagy a felhúzott kályacsöveket. Itt azért jelentősen hozzányúltak az autóhoz, hogy ebben mennyit hoznak, vagy hoznak-e bármit, hogyha ebben van, és akkor visszatérek a Norbi az első témájához. Hogyha ebben van fejlesztési szempontból bőven, akkor még azt is megteheti a Red Bull, hogy most egy kicsit hátralép. Mert volt tavaly előnyük, és hogyha tudják, hogy ebben bőven lehet találni időt a következő két szezonban, mert két szezonról beszélünk, 24-25, aztán jön az új szabályrendszer. Ha ez működik, akkor még az is benne van, hogy az év elején lehet, hogy egy kicsit lesz kakaskodás, és aztán, hogyha ez elkezd működni, és a többi az eddigi irányról már nem lehet több bört lehúzni, akkor meg ez volt a jó tét, de az is lehet, hogy túl bátor. Tehát simán benne van a pakliban. Rizikós. Azért mondom, hogy lehet, hogy túl bátor, és aztán majd prüszkövel menekülnek ki belőle, és tolatnak vissza az előző megoldáshoz, de a McLaren és különösen most a Red Bull megint talált valami olyat, amit a többiek nem fogtak meg. Egyébként szerintem az első verseny hétvége nem sikerül jól, akkor előhúzzák a tavalyi autót, előtolják, leporolják, beleülnek, aztán járni fognak. Nagyjából meg is tehetnek, mert szinte nincs szabályváltozás. Kicsit a bukókeretek szigorodtak, a bukókeret kialakítások, de hát ebben igaza van Norbinak. Ugye a Ferrari nagyon sokszor csinálta azt 20-25-30 évvel ezelőtt az éve első futamain, az előző évi autóval ment el, aztán amikor európai szezon kezdetre megvolt az új autó, de persze, mert nyugodtak voltak, mert volt olyan előnyük, az előző év autóval is lehetett. Csinálták. És egyébként ebben igaza van Norbinak, hogy ezt meg lehetne lépni, nyilván, hogyha bukott keretet nem kellene módosítani, mert azzal az autóval is volt előny. Biztos, hogy nagyot fognak fejlődni, még ezért ennyit hozzátennék így, hogy az összes csapatot most azért nagyjából kiveséztük. A legtöbben arról beszélnek a technikai igazgatók közül, és ez nagyon gyanús, hogy hatalmas előrelépés lesz köridő szempontjából, tehát nagyon sokat fognak javulni. Legalább 6-8 tizedekről beszél mindenki, ami azért extrém, ha belegondoltok, mert 22-23-ra nem volt ekkora ugrás. Nincs szabályváltozás lépés. És hogy azért ez látszik, hogy ennek a szabályrendszernek a megértése, ez ennek a grand effect érának, ennek a szívóhatásnak, az automatikus szívóhatást kiaknázó érának, vagy masszívan kiaksználó érának a megértése, ez azért kellett a csapatoknak két év. Uh-huh. És valószínűleg ezért jöhet egy ekkora ugrás köridőben, mert most azért megtalálták az irányt. Mert hogy a kölcsönsapka működik, de hogy szezon közben nagyon nehéz, még hogyha értékes tapasztalatokat is gyűjtesz szezon közben, nagyon-nagyon nehéz reagálni a rendelkezésedre álló költségkeretből, hanem valószínűleg elég sok mindent áttoltak a következő évekre. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Bahrainben meg az első futamokon milyen köridőket látunk, de itt nagyon masszív ígérgetések. A fél másodperc az a minimum, és ott az is nagyon azért, sokan inkább csak én mosolyogva húzták a szájukat, hogy hát egy minimum egy fél másodpercről beszélünk, és tudod, ez a magabiztos minimum fél másodperc, inkább 1,2-re gondol látok a fején. Szóval meglátjuk, de valószínűleg sokkal gyorsul a mezőny. Érdekes. Minden esetre el tudjátok azt képzelni, hogy olyan koncepcióváltás ezt a Red Bullnál, hogy az ne az ő világbajnoki címüket eredményezze egy jó Verstappennel? Tehát, hogy tudnak olyat...
tudnak olyan rosszat csinálni? Nem tudom most, hogy olyan fogalmazok rossz, másként. Rosszat csinálni, annyira félre menni. De hogy szerintem lehet, hogyha bevállalnak valami őrült rizikót, és nem csak a motor fedelet alakítják át, hanem egyébként más dolgokat is átalakítottak, és rossz irányba mentek, akkor rosszat lehet csinálni. Csak szerintem azonnal vissza tudnak lépni. Uh-huh. És úgy szerintem nem fog nekik nagyon sok pénzbe fájni. Lehet, hogy van B-terv, tehát lehet, hogy megvan a menekülési terv, hogy hú, az nagyon befürdünk vele, akkor még mindig inkább, amit Norbi mond, akkor visszamenjünk oda, és akkor lehet, hogy veszítünk ennyi tizedet, de még mindig győzelmekért tudunk menni, ha megműködik. Ugye azért a Red Bullra nagyon nehéz azt mondani, ismerve őket az elmúlt években, hogy sokszor mellé nyúltak, főleg 22 óta. Tehát, de ettől még lehet. Hogy a Mercedesről se gondoltad volna 21 végén, hogy 22-23-ban nem találják, merre van előre. Nyilván ugyanabban a szabályérában nagyon nehezen elképzelhető, hogy valaki ennyire mellé nyúljon. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy miért csak megint a Red Bull, és kicsit a McLaren, és ezért hoztam a McLarent egyébként, mert ugye akkor már tudtam, hogy ez így lesz témában, hogy azért gondolom, hogy a McLaren lesz a második erő. Mert a Red Bull az hasonló? Hát már ugyanazon a gondolati síkon mozognak, és eljut, valószínűleg fejlettségi, és autokoncepció és szabály értelmezési szempontból, szabály megértési szempontból, hogy mit kíván ez a 22-es szabályrendszer, eljutottak arra a fejlettségi szintre, ahol a többiek még nincsenek. És meglátták, hogy azt az irányt kell követni, ami ez, hogy megfordít, hogy megint csak máshogy csináljuk, máshonnan kezdjük el ezt a dolgot megfogni. A többiek meg szépen követték őket, mert hogy azt látták, hogy az működött. De senki nem jutott el arra a szintre, hogy megértse, hogy lehet, hogy mégsem az a legjobb megoldás, az egy köztes megoldás volt, és ebből többet ki lehet hozni. És itt van a Mercedes tragédiája, hogy ők végülis megértették, hogyha ez működik, akkor megértették 22-ben, hogy mivel lehetne nagyot ugrani, csak túl nagyot akartak ugrani, azt akkor nem tudták úgy megoldani. Meg ugye a lemaradás fejlesztésben, a lemaradás tapasztalatban, a lemaradás a gondolatvilágban, tehát hogy a Red Bull és a McLaren járt legelőrébb. Uh-huh. Szerintem ezekben a tesztelésekben, ezekben a tapasztalatokban, ezekben az olajgyűjtésekben. Különösen a McLaren a tavaly évközepe óta, igen. Ha megnézed, első két csapat volt. Az év végén. És ő nekik már a pályán lévő működő konstrukcióról voltak valós adatai. Rengeteg adatuk. Miközben a többiek meg még csak most másolják le a tavalyi. Ugatták sebeiket évközben sokszor. Ők nem tudták elképzelni pontosan, lemaradást... hogy ez hogy működik élőben, csak szimulációk alapján tervezték, de nem tudták élőben kipróbálni. Ők meg már az élő adatokra tudtak építeni, és ez hatalmas. És simán lehet, hogy most is a Red Bull egy lépés előtte jár mindenkinek. És lehet, hogy a McLarennek ott meg ott lesz a fél lépés előnye. Tehát, hogy első két csapatról beszélünk, és mindenki más csak mögöttük fogja majd ütni a lábuk nyomukat, vagy a bottal ütik majd a nyomukat. Nem akarok ilyen, hogy mondjam, borúsképet festeni a 24-es szezonról, mert azt gondolom, hogy egyébként minden csapat közeledik majd az élmezőny. Tehát biztos, hogy záródik az óló, és biztos, hogy egyre közeledik a mezőny. De azért azt érzitek, hogy a közeledés meg az utolérés közötti különbség azért az megmaradt. Hát a végére értünk, 1 óra 55 perce beszélgetünk, viszont nem nagyon olvastunk fel kérdéseket. Nem. Igényelnétek-e? Kérdés még dobjunk, mert most már ennyit itt voltunk. Az idő hossza miatt nem akarjuk túlhúzni, meg szerintem elég kerek volt. Nekem a kedvenc kommentem, ahogy pörgettem, az... Csak olyan kicsik már a gyerekek otthon, nem kell annyira rohannak. Sőt, én még megyek be dolgozni még az MD-sportra, úgyhogy Lackó kommentjét azért hadd olvassam föl. Az okonos téma szólt hozzá, azt írta Lackó, okon egy pöcs. Tehát, hogy... szóval ő ennyivel elítézte ezt a dolgot, és ezt a kérdést. Viszont van egy olyan, hogy DarsPGK, remélem jól olvasom föl, sokszor írta a Gábortól, kérdezve meg. Szóval, szabad kérdeznem, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha idén a Red Bullt a Ferrari meg tudná verni, és ezzel a tudattal Hamilton 25-re érkezne egy tavalyi bajnok csapathoz. Nagyot nyerne vele? Nem tudom, tudtátok-e követni a logikát? Abszolút, tehát, hogy tudtuk. Nagyon Ferrari megveri a Red Bull. De nem tudjuk elképzelni. Hát igen. Hát magam nevében. Valószínűtlennek tűnik, de ha véletlenül mégis megtörténne, akkor szerintem Hamilton nem is az egyik legjobb sofőr a mezőnyben, hanem az egyik legjobb csapatváltó. Ja, hát a mezőnyben az igaz. Akkor még jobban váltja a csapatokat, mint ahogy vezet a versenypályát. Egy józsdát kell nyitnia, nem? A Delfói Józsda semmi hozzá. Paranellóba költözik a Delfói Józsda, igen. Ja, amikor pedzegettük ezt a ki legyen Russell csapattársa dolgot, akkor sokan írták, hogy miért nem beszélünk Liam Lawsonról, aki esetleg, hogyha nem kap bizonyítási lehetőséget nem a AlphaTauri, hanem ennél a ketchup csapatnál, és maradnak esetleg Ricardoval, Cunodával 25-re is, mert mondjuk tényleg Albont ültetik aztán be Perez helyére, hogyha Perez nem marad, kicsi sok a ha, tehát hogy akkor Lawsonnak ugye nincs hely a griden, miközben az bizonyította talán, hogy lehetne.
El tudtok-e képzelni egy Russell Lawson-t, vagy el tudjátok azt képzelni, hogy mondjuk Helmut Márkoik elengedik Liam Lawson kezét? Az utóbbit nem tudom elképzelni. Sok jó pilóta és kevés hely. Uh-huh. És lehet, hogy kellenek ezeknek, csak azért nem fogják elengedni a kezét, mert hogy kellenek tartalékpilóták. Most tényleg nézd meg ezt a Ricardo Zandvoorti kéztörést, uh-huh. vagy csuklótörést. Ja. Hát ez egy ilyen bagatell, bármi baleset megtörténhet bármikor, és akkor kell ott legyen a zsebedben, ha profi vagy, és tényleg egy élcsapatot akarsz a világbajnoki címére, a konstruktőri címére akarsz menni, akkor kell ott legyen a zsebedben egy jó pilóta, akit ott kell tartsál magadnál, és be tudod tenni, és tudod azt, hogy jól fog tudni menni. Ami sajnos szomorú, mert hogy Lawson szempontjából ez nagyon-nagyon szomorú. De hát... Lawsonnak szerintem biztos az ülése 25-re a ketchupnál, az RB-ben. Ja, hát amiről beszéltünk, a vesztes fél helyett? A vesztes helyett. Tehát szerintem a kérdés úgy fogalmazható meg igazán, hogy Ricardo és Tsunoda azért versenyez 2024-ben, hogy melyikük ne veszítsen ülést Lawsonnal szemben 25-re. Szerintem ez egy teljesen megállja a helyét, legalábbis a jelenlegi állás szerint. És nem hinném, ahogy Antonellire nagyon vigyáz a Mercedes, úgy Lawsonra szerintem most nagyon vigyáz a Red Bull, hogy nehogy kicsavarják a kezükből, mert akármennyire az a hír, hogy Albonnak feldobták, hogy 25-től, igen. vagy 26-től, most nem tudom, melyik az igaz, jöjjön Verstappen mellé, azért Lawson nem szívesen veszítenék el. És Lawson is még csak 22 éves. Igen. Tehát, hogy még azért neki... Írják, hogy vannak már kiszivárgott képek a Red Bullról. Én ezt most nem tudom így ebbe a forrába hozni, de ha ti megtaláltok, akkor amit átküldtem neked képet, az berakhatod egyébként. Ugye mi láttuk, hogy Christian Horner papnak öltözött. Ja, a papnak öltözött. Hova küldted, várjál? E-mailre. Az MTV-es. Összefoglaló Weber Gábor Red Bull. Ott meg, egyből megvan. Le kéne tölteni, de most meg miért nem engedi le tölteni? Na látod. Ilyen ez, ilyen, amikor a technika... Hát jó, lehaltam. Ez az a kép, ezt majd látjátok. Nem tudod. Jó, akkor zárd be. Most összes e-mailed látszik. Nem fontos, összefoglalok meg ilyen dolgok. Egyébként mindenki, leginkább a legtöbb komment, most én a YouTube-ot néztem, Facebook oldalt nem, ha gondoljátok, nyissatok meg magatoknak gyorsan, aztán egy-egy kérdést még nyugodtan olvassatok föl, de hogy... Norbi ne telefonázzál, írja Szabó Bálint. Néztem, hogy ki hány éves, mert csupán információkat gyűjtöttem. Szóval leginkább erre voltak rápörögve, hogy a Mercedesnél ugye lesz majd egy plusz ülés, és a nagyon trollok azt írták, hogy valahol egy Verstappen Ocon dúót kellene összerakni és összeszedni, mert ugye nekik volt már előéletük, amikor ott Brazíliában... Szóval már verekedés is volt. Hát ott lögdösődés volt konkrétan, ugye Verstappen meglökte Ocont, úgyhogy... De... Ez a kép egyébként, amit az imént nem tudtam megnyitni nagyban, és most nem próbálkoznék vele újra. Szóval ez a kép mond bármivel többet? Ahhoz képest, ami az előbb volt? Ja, az a kép, az. Azt néztem, hogy nem, ugyanazt mutatja igazából, tehát többet nem látsz rajta, ott van a jó kis sejtelmes, árnyékos fényekben az autó, mögött áll a csapat, és akkor igazából ami belőle ebből kivehető, az körülbelül ugyanaz, amit berajzoltam ezen a nagyon blőrös képen, de most itt a Norbinak ide kirakom, csak hogy ő is lássa. Nagyjából itt van egy. De látod, hogy mennyire árnyékolva, tehát semmit nem látsz a... Sötét van, igen, fél homály. Amennyire a kamerának meg tudom mutatni, tehát a szándékos fél homályban a Red Bull RB20, és... Emeljem? Igen. Hóli. Tehát, hogy alapvetően szándékosan van úgy fényelve, hogy ez... Sejtettük, a lényeges hogy nagyon okosabbak nem leszünk valószínűleg. De az abszolút kijön belőle, hogy fölül nincs az autónak. És minden egyes elem, meg a hosszúra nyújtó orrkup is ugyanott van, tehát igazából ez látszik meg, hogy a fényezés az ami. Úgyhogy igazából rámehetünk egyébként a kérdésekre. Norbi, te nézte kérdést, mert akkor én... Azt mondja, hogy nem telefonos. Pattogás mennyire tűnhet el? Jött egy ilyen kérdés. Az már tavaly is. Tavaly nem is, néhány pályán volt talán csak. Néhány pályán, néhány csapatnak volt pattogás, emlékezetem szerint. Azzal már nem volt komoly problémájuk a csapatoknak, úgyhogy szerintem ezen különösebben senki sem izgul. Hát figyelj, én most az élő adásban hogy nehezen tudom kiszedni a kérdéseket, mert annyi van, hogy jelentős ömlesztve jönnek, úgyhogy... Az a legjobb. Ja, igen. Az a legjobb. Abszolút. Még láttuk egy olyat, hogy Aston Martin Honda, Alonso Tsunoda. Egy Tsunoda átigazolás az Astonhoz? Hogyha nem kellene a... Ugye erről a Honda miatt... Még Raul Lance Stroll a tulajdonos, addig szerintem ez nem. Ugye ezt bedobták a Honda miatt, tavaly ez bekerült híráramba, valamikor ősz folyamán, hogy a Tsunoda... úgy megy, akkor a Honda azért megpróbálna beerőltetni. De én azt el tudom képzelni, hogyha a Lance Stroll tényleg annyira, tehát még rosszabbul teljesíteni, és annyira a kardjába dől, annyira nem érzi, elveszíti az összes motivációját, hogy ha nem is hagyja abba, lehet, hogy mit tudom, tart egy szünetet. Tehát egy kicsit kitisztítja a fejet, mert még ideje lesz rá, mert ő is elég fiatal.
és akkor lehet, hogy a Honda azt mondja, hogy jó, akkor 2 évre, vagy 1+1-re adjatok a Cunodának az Alonso mellé, ha Alonso még ugye 26-ba megy, és akkor hozzuk a motort mellé, meg menjen Cunoda. Igazából figyelj, Cunodának tapasztalata addigra már rengeteg lesz. A tempója azért jó, kicsit a dükkitöréseit, tehát az érzelmi viharait kell tudni megtanulni a kezé. Egyébként bármilyen viccesen hangzik, ez a legnagyobb problémája Cunodának, mert az összes alulteljesítés, az összes verseny közben problémája, nézd meg a mexikai hibáját Piastrival szemben, hogy addig erőltett, amíg belement egy olyan hülye manőverbe, hogy saját magát pörgette meg, ahelyett, hogy várt volna még 5 kört, 6 kört, és te is tudod jól, és innentől kezdve én az érettség meg a versenyzői alkat, egymás ellen is voltunk nem egyszer úgy versenyben, szerintem sokszor voltál úgy életedben, meg én is. Van az a szitu, amikor tudod, hogy előznöd kéne, tudod, hogy valahogy össze kéne rakni, még akár össze is lehetne rakni, de egyszerűen, ha a másik nem hibázik, akkor csak olyan kockázat árán mehetsz bele, amivel valószínűleg te rajta fogsz veszíteni, vagy mindketten. És akkor nem mész bele, mert inkább be kell hozni pontba, nem lehet minden előzést mindig megcsinálni. Meg szerintem végtelen hidegvér kell, tehát nem csak a Forma 1-ben, hanem bármelyik autóversenyzői kategóriában, akiben nincs meg a végtelen hidegvér, hogy tényleg bármilyen meleg szituban nyugodt tud maradni, és összeszedett tud maradni, és koncentrálni tud, és nem rage-el a rádióba, a csapatának, meg minden. Végtelen hidegvér kell szerintem a profi autóversenyzéshez. Talán egyébként nekem is a karrierem során a legnagyobb és a legfontosabb lecke, amit megtanultam, vagy kaptam, vagy folyamatosan visszatérő téma, mondjuk úgy, az az, hogy a hidegvér mindig, még hogyha rövid távon rossz, vagy rövid távon hátrányosnak is tűnik, uh-huh. hosszú távon mindig kifizetődő. És a hosszú táv az, de úgy, hogy akár már a következő kör, igen, tudod? Igen. Vagy igen. Majd a verseny második aha. fele, vagy aha. majd a következő verseny. De hát, hogy a hosszú távot azt nem olyan nagyon hosszú távba kell gondolni, hanem akár már azért érdekes, a következő pillanatokban kifizetődődhet a hidegvér. Norbi mond, mert nagyon sok olyan embert láttam versenyezni, aki egyébként habitusát tekintve sokkal alacsonyabb lágon ég, mint én vagy a Norbi akár. Rengeteg ilyen embert ismertem, akár amatőr szinten, akár már profit szinten. És sok ember nagyon megváltozik, ahogy belül az autóba, és lecsukja a sisakrostét, ahogy rázárják az ajtót. Egyszerűen ilyen vörös köd megszáll, és ilyen Jekyll és Hyde. Nagyon sok embernél tudtam azt, hogy egy kenyére kenhető aranyos, jó fej, haver, aki lehet hülyülni, akivel mindenben segít, tényleg teljesen önzetlen, és belül az autóba is kerülni kell, 3-szor akkora helyet hagyok mellette, és minden féktárnak figyelek, meg előtte vagy 2 autó hosszal, még akkor is bebombáz mellém, és még azt tükörben néznem kell, hogy tényleg most már elengedte a pozíciót, mert megváltozik, sok ilyen embert ismertem, és tök érdekes, ez nekem is egy nagy tanulás volt, és amit én ilyen szempontból nagyon szerencsés alkat vagyok, de tényleg csak azért mondom, mert Norbi elmondta a saját példáját. Én egyébként nagyon lobbanékony és forró fejű vagyok nagyon sokszor. Ezt egymással is bizonyítottuk autón kívül. De. Oké, ezt mondja egy másik adás témája. Amit felismertem. Azért még nem verekedtünk. Egy fontos dolog, hogy összekülönböztük sokszor, de mindig meg tudtuk beszélni. Mindig korrektul leültünk, lehiggadtunk, fölhívtuk a másikat, és leültünk, és volt, hogy fél napot ültünk egymásnak, vagy én nála, vagy elmentünk vala kajálni, és hát tök, figyelj, ez a lényeg, hogy meg tud beszélni. Ha nem értesz egyet, meg tud beszélni. És ezért is szeretek közvetíteni is velük is. Ugye ti nem autóversenyzői szemben nézitek, de velük tudom, hogy a legtöbb dolgot hasonlóképpen látjuk, de nem feltétlen mindent. És pont ezt szeretem benne, hogy neki van egy nézőpontja, nekem van, Mihály Sznobinak van, Nagydenek van, és azt néha jó ütköztetni. A legtöbb dolgról egyébként általában ugyanazt gondoljuk. De amiben nem, ott tök jó elmenni a határokig, hogy ő innen nézi, én onnan nézem, és valahol van egy középút. Na, és csak amit vissza akarok térni, hogy és amit magamon felismertem, és amiért jobb voltam autóversenyzésben, nagyon sok sportot csináltam, vagy amire azt éreztem, hogy azért abba tudok inkább kiteljesedni, amert hogy nagyon vonzott, és mindig az egyik top dolog volt a fejemben, hogy ott teljesen megszűntem. Tehát az a hidegvér, amit Norbi mond, ami egyébként nem jellemző rám a való életben, vagy nagyon ritkán, az elképesztő módon. Tehát én a fordított irányban működtem. Én beültem az autóba, és teljesen így lecsengtem. Már valamiért rám olyan hatással van a versenyzés, ez a fajta ilyen egyedüllét a koncentrációba, a veszélyzónába, meg minden egyébben, amivel jár a versenyzés, hogy engem teljesen lehiggaszt. Teljesen máshogy viselkedik. Teljesen. Tehát én, amikor egy versenyhétvégének vége, én úgy ülök az autóba, és úgy gurulok haza 80-nal, mint a déd nagypapám. Tehát olyan szinten, tényleg elvisz egy olyan zónába, amiben soha nem járok. Tehát most sem ebben a habitusban vagyok, nem így, és tökéletes, nem így versenyzek. És hogy bármikor, én azért tudtam szerintem sokkal jobb versenyzője akadt lenni, pont emiatt, mert hagytam ezeket a szitukat, amiket szerintem te is felismertél aztán már, hogy többet versenyeztél, hagytam kialakulni, és röhögtem magamban. Ezt annyira el fogjátok szúrni, csináljátok. Aha. Ezt nem itt kell. Nem, viszont amikor támadni kell, és egyébként ez a legfontosabb, erre nem várhatsz mindig, és erre kell a tapasztalat, hogy viszont az az egy lehetőség, amit meg kell ragadnod, azt viszont piszok jól meg kell csinálnod. Egy Leclerc mondjuk Perez kifékezte Las Vegasban, és vannak ilyen szituk, és azokat fel kell ismered, és azokat meg kell csinálnod jól. És ahhoz már viszont kell a tehetség, meg minden egyéb.
Ugye zárszóként erről beszélt Oscar Piastri tavaly egy csomót, hogy Mark Webber erre is felkészítette őt, hogy a futam közbeni kifakadásokat azokat hagyja el a fenébe, mert a betét futamok során F2-F3-ba volt. Higgy el, egyfelől neki lesz jobb olyan szempontból is, amit te is mondtál. Lehet, hogy már a következő körben fogod tudni, vagy a sors visszaadja, vagy jobb lesz egyszerűen a helyzeted, illetve, hogy be fognak skatujázni egy idő után, hogy na már megint káromkodott, mint Cunodát, már megint kiabált, megint nem tudta visszafogni, stb. És ugye nem is emlékszünk Piastri féle kifakadása, mert szinte az esetek többségében humorra leütötte, vagy ironikusan mondott csak egy-két szót, ami sokkal többet mondott egyébként annál. Hidegvérrel. Abszolút. Uraim, köszönöm szépen. Mikor lesz a következő boxkiállás, ezt kérdezik? A tervek szerint a következő boxkiállás a tesztek utáni hétfőn, ami szerintem 26-a talán. Ugye jövő héten teszt hét, az azt jelenti, hogy 21-22-23 Bahrainben a háromnapos teszt, szerda, csütörtök, péntek. Hétvégén jó, kielemezzük, és akkor a tervek szerint a hétfő este lenne ugyanígy 6 óra körül. Egy B-opciót még fenntartanék, de úgyis látni fogjátok itt a YouTube csatornán, Facebookon, meg az összes felületen, ahol ezt meghirdetjük. Még talán lehet, hogy ez átsúszik kedre, attól függően, hogy melyikünknek hogy van szabad idejű, a tervek szerint a Dani lesz megint, és Ádám lesz velünk harmadiknak, és akkor így beszéljük ki a tesztek utáni. Akkor már valósabb szituáció, valós autókat, amik a pályán. Láttuk az autókat a pályán. Akkor fixen. Már nem lehet őket eldugni, és akkor látunk valami összképet, vagy legalábbis köridők lesznek, meg sok mindegy kiszenved, kinek megbízható az autója, kinek nem, és a többi. Úgyhogy ez a terv 26 vagy 27, de ezt még időben megtudjátok. Jövünk már, te nem crasheljük a partit majd. Hát, majd meglátjuk, Batlanul. Hogy minket nem hívnak, de mindegy, semmi gond. Ezért tartsatok majd nem kaptok velük, ne velünk, hanem velük. Jöttök ti még itt. Legyetek legközelebb is itt. Lesz még boxkiállás velük is. Pireuszban még 0-0, úgyhogy hajrá Fradi, sziasztok. Hajrá Fradi. Jó hétvégét, és hamarosan Drive to Survive, az is lesz a Netflix. És még az is. Peace and love. Magyar hangja. Magnify. Professzionális online marketing megoldások, kontentgyártás, brandépítés, attól sem riadunk meg, ha valami tegnapra kell. A stúdiót és a stábot a 4K Raiders biztosította. VG Motorsport. Az új Forma 1...